uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6:10. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Hello! Egy újabb hét, egy újabb hétfő. Szuper. Ha, tényleg már nem sok van hátra. Tessék? Az évből már nem sok hétfő van. Ja, abból már nem igazából. De ilyenkor ez még olyan hosszúnak tűnik. Viszont ígérték ezt a hidegfrontot, hát megjött. De én az a 3 fokot tudtam mérni. Az autót dobálta, pedig nem könnyű, úgyhogy igen. Hát ez most csipős. Van szerencsém, jelent, a Mátrában havazik. Tényleg? Most -2 fok, igen, és szépen hull a hó. Hát még biztos nem marad meg, meg nem olyan nagy pelyhekben, de esik, úgyhogy a szánkó és sírajongók örülhetnek, és azon sírajongók is, akik azt várják, hogy én magam becsúszak a nettó 110 kilommal a pályára. Na. Meg lesz. Meg lesz? Csináljuk. Igen. Van egy, mielőtt bármivel belekezdtek mondani, adjatok magyarázatot, arra legyetek olyan kedvesek, hogy mit keresett Fogsánk Virág a műsorban tegnap este. Tehát, hogy én kedvelem őt, nagyon szép egyesek szerint a szája, meg a melle. Hát, hogy így megpróbáltátok azt rábízni, hogy beszéljen az elején? Aha, igen, megmondom neked, mit keresett a műsorban, Feri. Gyakorlatilag ő azok közé tartozik, akik elfogadták a meghívásunkat, sok más egyéb snob gyáva pöccsel ellentétben. Júna, ezt. Ez hát, volt. Szombat este van, nem érnek rá egy csomóan igazából. Igen. Aha, szar helyen van a maga a műsornak a felvétele. Ez a konferencia, ez egy... A János tessék? Ja, rám. Ne. Az a konferencia szerep, ez egy nehéz dolog, igazából. Sokan angolon alulinak érzik, pedig szerintem egyébként nem lenne az, mert Amerikában a late night-okat szintén vannak ilyen konferenciák. Aha. És ott elmennek azok, akiknek ennyi a szerepük, hogy odálljanak és mondjanak két mondatot. A játékban aztán nagyon jó volt. Ott viszont igen, ott viszont oda cseszett, csak én vártam, hogy így ő konferál föl benneteket. Ebben a szerepkörben volt már más is, aki nagy művész, nagy-nagy művész, és hát nem igazán sikerült meglépnie. Aha. De nem is konferált a blokkok végén, arra gondolsz, ugye? Igen, nekem na, az úgy hiányzott. Én sem értem, hogy miért nem. Nekem az úgy mert hogy egyébként megvettünk föl vele konferálásokat. Aha. Szerintem az tök cuki lenne, mert az aranyos, hogy te elmondod, hogy is mindjárt jövünk vissza az izével, meg a hogy hívjákkal. Szerintem ott tökre szerepe lenne, hogy azt mondja, hogy és akkor a másodperceken belül ezzel a két csodával, akik hát igen, olyan ide, fontosak hogy a számomra, mint óta, a melleim. Hetek óta ezt hangoztatom én is. Igen. És vettünk föl vele, tehát ez rejtély. És például reklámból visszajöve én ott is használom, de mondjuk én nem értek hozzá, csak ezt én így nézem. Persze, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz szerepkör. Egyrészt, másrészt meg aki úgy figyelte így az elmúlt hetekben a műsort, az láthatta, hogy elég széles spektrumon próbáltunk meg így találni olyan megfelelő embert, aki el is tudja látni ezt a feladatot, és hát volt itt már sportoló, volt itt már színész, volt itt már topmodell, volt itt már egykori rádiós is. Hát, topmodell az erős. Na jó, oké, nem. De minden esetre akkor jó. DJ. Igen, női DJ. Tehát volt itt már mindenki, de hát hogy ne bántsam én a saját műsorunkat. Jó, nem, én nem bántam, ez nem bántás volt, tehát nem benneteket, csak így kérdeztem az ő létjogosultságát. Nem, fölhívtuk a Rózsa Gyurit is például, azt mondta, hogy vagy egész estés főszerep, vagy semmi. Igaza van. A sztárok arra mennek, nem? Én ezt tök máshogy látom. Tehát ebből a szempontból, hogy Boros tök menő volt, hogy bevállalta. Aha, tehát, kapott is érte. De ez is kamu. Mert ez is kamoly kapott érte. Már hol nem kapott? Tőletek, tőlünk? Nem, hanem régi barátaitól, akik igen. Annak idején egy műsort készítettek vele. A Gábortól? Aha. De a Gábornak leginkább az fáj egyébként, hogy a Lajos most többet szerepel, mint a Gábor. Tehát, hogy itt mindig a dolgok... Őt hívtátok, nem? Persze, és a Gábor totálisan fel volt az a háborodva egyébként, ezt máshonnan tudjuk, hogy a Lajos hívtuk először, és miért nem őt. Tehát, hogy azért itt, tudod, ez a nem zörög a haraszt, ez a jaj, hát persze, a Lajos miért ment el ilyen szerepbe? Jaj, de fáj, hogy egyébként meg nem engem hívtak, tudod? Aha. Mert a Lajost előbb hívtuk, és ezen a Gábor nagyon ki volt akadva, hogy a Lajos, hát miért a Lajos, miért nem őt? Ez hozzánk visszajutott. Úgyhogy azért itt mindig van egy másik oldal a dolgoknak, ráadásul Lajos nem jött volna háromszor, ha ilyen rosszul érzi magát. Tudod? Igen, tehát hogy... azért fura egyébként, hogy egy olyan szőrös ízű profi, mint amilyen például Bocskor Gábor, az alapján mondja el a véleményet, amit mondjuk a bulvár sajtóban olvas, és nem az alapján, amit mondjuk a volt kollégájától hall, akit egyébként saját bevallása szerint sem hívott már fel hetek óta. Nem dumálnak ők, akartam igen, mondani, nem dumálnak. Hogy úgy nehéz. Na mindegy, szóval visszatérve a Lajos, hogy ő érti, hogy ez a dolog ez miről szól. És mondjuk egy Rózsa Gyurinak például, akit nyilván nem bántottunk volna odállni, röhögni kettőt meg konferálni, az abban van lendület. Csak ezt valahogy nem értik. Aha. Tehát nem ez a fajta ilyen típusú szórakoztatás, ez nem teljesen alakult még itthon ki. Hát, ahogy a rossz sem működött például, ami Amerikában sokkal durvább, mikor odáll egy celeb, és akkor 10 celeb nagyon durván osztja.
hogy sírnak a rögéstől, az itt egy adást élt meg, mert nem veszik alapot. Mindenki mindig megsértődik. De azon is megsértődik, ha konferenciának hívott. Ja, miért nem megyünk mi a bicsába, hogy miért nem egész estés vendég, mit jöjjön elő konferenciának. Érted? Közben pedig nem erről lenne. Tehát hogy nem, ez nem igazán erről szól. Nem, egybe kell az egészet nézni. Hogy van a kis papu? Mindenki mindenen megsértődik, és az az érdekes, hogy elfelejtik azt, hogy ők visszaszólhatnak. Tehát, hogy oda lehet jönni, és akkor lehet állni, meg lehet adni, és a pofonokat. Jó, mondjuk veletek elég nehéz az élet. Na, beszéljünk komolyan, hogy van a kis poppered? Most már tudok ülni, ahogy látom. Hát az a jó. Láttad a lángolást? Persze. Nagy volt, nem? Most azért annyit mondjunk el, hogy én egy ilyen félmondatot elcsíptem erről a múlt héten, azt hiszem Jani mondta, de nem raktam össze a dolgot, az adás elejét. És nézem, mondom, elmentek csába itt szarra kezdeni rögtön. Mindig, csak az altestikóinak a legjobban. De itt most azért találtunk egy olyan felütést, ami egy kicsit egy más dimenzióba helyezte át ezt a történetet. Tök jó volt, mert felraktunk egy ilyen kis fotóösszeállítást a forgatásra, ami nyilván egy nappal korábban történt. És akkor volt, aki azt írta be a webben, hogy Photoshop. Aha. Ja, az így a láng. Persze, hogy Photoshop, kézi már, hogy megcsinálta. Ha mindig meg kell a kétkedő. Eloltott valaki, vagy aztán így elpárolgott az éghető? Persze. A Kivés Gyuriék, akik nagyon jó nevű kaszkadőrök a szakmában, ők segítettek hozzá ez a kis mutatványhoz, minket elég érdekes. De én nagyon szeretem ezt a műsort, mert nagyon érdekes tapasztalatokat gyűjtök be, és érteződök fel velük, hogy ihaj. Tehát az, amikor egy jégzselő neve anyaggal tetőtelt, hogy bekennek, úgyhogy egyébként kint sincsen meleg, és aztán arra még megkapod ezeket a megfelelő ruházatokat, utána pedig az ország egyik legjobb kaszkadőre a fenekedet bent takarásban egy olyan anyaggal, aminek csak egy kis gyufalán kell ahhoz, hogy így viselkedjen. És egy jégzselét azt azért kened magadra, hogy az, hogy attól nem égsz meg. Hogy maradjon rajtam hány szövet. Kétszer is meggyújtották. És kétszer is. A másodiknál picit jobb. Ha már bóka, mi akkor? Nekem volt a legjobb. Álltam, elszaladt, mondtam egy mondatot, nem kell sevet közöm, se öltözöm, ezeket annyira szeretem. A másodiknál már azért gyorsabban integettem, hogy jöhet. Haló. Mi volt a kézik kimenekülő mondat? Nem volt? Nem volt. Rántott tofu? Az, hogy elfogyott a mosoly az arcomon. Szadomazó klub? Azt arra mondtam, a rántott tofu. Az egy létező hely. Ezt akartam mondani. Az egy létező hely. Hogy az úgy vicces volt nyilván, hogy ti bemetebe másztál ketrecbe, fejjel lefele lúgottak. Nem minden volt vicces. Ugye? Hogy az az a baj, hogy a tényleg emberek gyerek. Oda elmennek. Oda azért. Az egy domina szolgáltatás volt, ahova ők egyébként elmennek. Most kicsit belterjes szegényeknek a beszélgetése, valaki nem látta a tegnap esti műsort. Hát nézzék meg a neten. Egy domina klubról forgattunk, hogy mi hogy zajlik az élet a pesti belvárosban, egy 8. kerületi lakásban. És mielőtt láttuk a portfóliót is. Igen, és hát elmentünk egy ilyen szadomazó klubba, és hát ott forgattunk, és fedeztünk föl különböző csecsebecséket, hogy miket lehet csinálni. Hát voltak érdekes dolgok. Tehát így már régen és éreztem azt, hogy ennyire élek, mint abban a két órában. Igen, Balázsa voltak ilyen kis beszélgetések, hogy húzzuk el a függönyt, ne húzzuk el a függönyt, húzzuk el a függönyt, ne húzzuk, tartsuk meg, ne tartsuk meg, kockázz ki, ne kockázz ki. Tudod, mert hogy volt ott egy ilyen kis falrész, ahol mindenféle egyéb kellékek voltak. És Balázs meg, húzz szét, érted? Tehát én 20 perc után már kezdtem azért befeszülni. Picit azt élvezted az ugatást a ketrecből, azt láttam a szemedben. Ahogy ott az összeset élveztem. Ugye? Nekem nagyon tetszett, hogy felsővezetők, top menedzserek mennek el, és fizetnek azért nagyon sok pénzt, hogy kínozzák és bántsák őket. Tehát hogy ez tőlem valahogy annyira távol áll, de hogy közben egyébként meg nagyon. Elhangzott a kamerán kívül nevek? Nem adott ki senki. Nem. Ő az, aki csinálja egyébként. Tehát aki ott állt állarcban, ő az, aki 13 éve ezzel foglalatoskodik. Mondta, hogy nagyon sok nevet tudna mondani, egyet nem mond, de hogy lennének, akikre fölkiabálnánk. Hogy pont a diszkréció. Ő pontosan ugyanolyan, mint a svájci bankok, tudod. Aha, nyilván hát nem jó hasonlat, így van, persze. Tehát a diszkrécióra építi. Volt egy csomó olyan szolgáltatás, amiről nem tudtunk beszélni, mert nem lehetett róla beszélni. De van például egy még, az elzárás, ami annyit jelent, hogy kapsz lent a pinyóban egy kis helyiséget, amiben nincsen ablak, csak egy ajtó van rajta, és oda sötétbe bezárnak egy kis szalmára, le lehet kuporodni, meg van egy kis küblid, és akkor napokig el lehetsz, hogyha igényled. Ha akarsz, és akkor berak napokig. És időnként bemegy, és valami csíptet. Igen, nem hiszem, bemész abba a ketrecbe, és olyan klausztrofóbiád lesz, hogy 2 perc után akartam kijönni. Tehát, hogy ilyen elképesztő. És mondjuk 3 napra oda lemegy, és azt ki, tehát van megrendelő lap, 3 nap zárt, mondjuk 3 nap zárt. Látom rá, amennyire akarsz. Kicsit csillog a szemem, mi? Tehát 3 nap zárkát kérek, és hogy mondjuk 4 óránként ő bejön, és
elektródákat helyezel a teherémre. Ha kívánod. Ach jó, zseniális. Úgyhogy igen, érdekes. Érdekes, érdekes volt. Azt ott láttam, de mondom, egyikötök szeme jobban csillogott azért. Nekem nagyon tetszett. Nekem nagyon tetszett. Én nagyon éltem. Én csináltam fotókat, videót készítettem a helyről, tehát hogy én nagyon jól éreztem. Megkérdeztük egyébként a Dominát, hogy pontosan a Balázs, aki tényleg ráfűzett nagyon a témára, hogy mi a vélemény így kettőnkről szakmai szemmel, és akkor azt mondta, hogy én bírnám jobban a fájdalmat, viszont ő élvezni. Ja, hogy Domina szakmai szemben. Domina, ezt megkérdeztük, hogy szerinted kiben mi van, és mondta, hogy olyan jó a fájdalom képessége, de a kettőnk közül nekem jobban bejönne. Kicsit ezt szeretnék. Őrület. Nem hiszed el, hogy nem bírtam a tekintetét a csajnak. Tehát így néztünk egy messzemébe, és akkor amikor így beszélt, le kellett sütnem a szememet. Nagyon súlyos. Nagyon súlyos. És egyébként kamerán kívül is ugyanúgy beszélt veletek, mint Domina? Hát nagyjából már szerintem az, aminek látszott. Tehát már a kenyeret is így kéri. A boltban a kenyeret is így kéri. És ez a szoba, ez közvetlenül a hálószobája mellett van. Tudod, ott a konyha, a hálószoba, a fürdőszoba, és a fürdőszobám úgy nyílik egy sima egyszerű szoba. Ahol egyszer csak ez, és hát kimész, addig, és ott van mellett a hálószoba, illetve a fürdőszobán keresztül bemész az ő hálószobájába. Azért a vízgázfűtésszerelőnek az arcára kíváncsi lennék, amikor megy bejavítani a konvektor. Csetek a konvekt, vagy itt jön a gáz. És meglátja a kellékeket, nehéz kimagyarázni, hogy ez egy konditerem. És akkor azt mondja, hogy esetleg tudok természetben is fizetni, ott nem kérnéd, mi? Ott nem mersz csalni a gázórával. Ott nem. Véletlenül, hogy valaki tudod, jön egy gázóra leolvas, azt megpróbál kicsit trükközni, vagy valami, akkor András keresztre feszítenek, úgyhogy csúnya dolgok történnek. Na mindegy. Én sok ilyet látsz filmben, én még életemben nem láttam ilyet. Úgyhogy jó volt ezt így látni. Na jó van. Mi újság egyébként hétvégén? Voltunk egy kicsit moziba, elmentünk, volt egy kis családi délelőttünk vasárnap, megnéztük a Thor 2 című mesefilmet. Jól szórakoztunk, szerettük. Thor 2, ez egy mesefilm? Igen. Hát, mesefilm. Gyakorlatilag egy ilyen akció-fantasy. Ja. Akkor az ilyen vikinges, nem? Akkor tudom, azt tudom még. Nem? Jó lenne. Jobban örültem volna, de gyerek szereti. Volt. Igen. Hát ilyen Marvel Comics. Ez ilyen képregényhős. Egy képregény adaptáció. Nem volt rossz. Egyszer nézős. De azért nagyon megy a szekér, hogy ráérünk mozizni. Ja, igen. Hogy ráérünk mozizni hétvégén. Hát egy délelőtt azért csak akar. Azért ez nagyon kemény. Hát vasárnap van a pihenőnöm. Forma 1-et nézte valaki? Én belenéztem, de tök unalmas volt. Unalmas mi? Nekem legalábbis. Én most, de mondjuk én már évek, én olyan 3 évvel ezelőtt letettem ezt a Forma 1-et. Ki lett a második, akkor azt kérdezz. Én nem is tudom az eredményt se. Így belenéztem, egy kicsit ott üldözték egymást. Aztán jó volt, amit meglepve tapasztaltam, hogy új kamerarendszer van, és zseniális, hogy ezt az amcsik állítólag már régóta csinálják az egyéb futamokon, tehát ugye nem a Forma 1-en, hogy autóra szerelt kamera van, azt már ugye eddig is láthattuk a televízióban, hogy megy előtted Fettel, mert hova menne minden előtted, és mutatod a fenekét. És olyan kamerát raktak fel az amcsik, és zseniális volt, hogy mozog, követős. Tehát ha a te autódon van egy ilyen kamera, utolérsz valakit, rámegy a kis kamera, elkezded előzni, és fordul körbe. Az menő. Olyan képek voltak, hogy azt viszont azt mondtam, hogy Jézusom. És hogy mi agy kell hozzá, hogy a rendező mondja, hogy itt most előzés lesz, menjél rá, belső kamera, és mozgasd a belső kamerát a másik kocsira. Az mondjuk nagyon jó volt. Az nekem újdonság, lehet, hogy majd a hallgatók mindjárt megérek, hogy hülye gyerek, ez 5 éve megy. Igen, 16, Niki Laudánál tesztelték, Ellen Prostnál vezették be, és nem tudom, és Ayrton Senna utolsó évében már véglegesítették, igen. Úgyhogy lehet, én ezt most láttam először, nekem az nagyon, tehát az tényleg jót tett a közvetítésnek. Hát csak, hogy ugye nincs nagyon előzés, nincs olyan sok dolog. Láttam egy 2,6 másodperces kerékcserét. És az még hol van a világrekordtól? Igen, most ugye most a Webber, tehát 1.9, 1.8, hogy? Nem tudom mennyi. Hogy? Az hogy? Tehát meg se találom a kerékőrömet 2 másodpercet, hát, vagy egyáltalán mire rájövök, hogy lehet, hogy kereket kellene cserélni, az 10 másodperc, nem? Ja. Tehát mire ránézel, hogy defektes vagy, és konstatálod, hogy hát akkor ez szívás, az elment a négyszeres ennek az időnek, amíg ők lecserélnek négy kereket. Ők már 4x4-et cseréltek. Ma sokan örülnének ennek az időnek. Ennek a 2,6 másodpercén állítólag ma fog majd tetőződni. A dolog, ma fogják legtöbben levinni az autójukat, hogy lecseréljék rajta. Például a nyári térre. És én is. Hát elviekben igen, aztán majd lehet, hogy kérünk egy másik időpontot. Én bejelentkeztem. Nálunk olyan a izé, hogy meg azt mondja menyus,
gumis menyus, hogy délre ott vagy. Akkor is ott. Délre ott vagy, fél egykor már nem jó, akkor már jön a következő, de igazuk is. Nálunk is így van, időre mész. Így lehet csinálni. Nálunk is így idő kér. Most be megyek be a Vikinek, mert nekem már fönn van időpontot kérni, csak azt mondom, szerda kettő, nem vagy ott, agyon vagy. Igen, jöhetett volna más is. Mert jöhetett volna más, és időrendben veszi föl, ugye tavasszal meg ősszel, egyébként bármikor bemehetsz, de tavasszal meg ősszel időrendben dolgoznak. Tehát ez teljesen érthető. Áramszünet van Solymáron, azt írja nekünk egy hallgató, igen? Igen, a szél lehet, hogy összecsapta a vezetékeket. Igen, ez a 60-70 kilométeres szél ezzel a kis hóeséssel, ezzel nem túl szexi. De hát végülis, igen, egyébként azt gondolom, még mindig jobb, mint ez a 13 fok decemberben, ami szokott lenni. Nem? Tehát, hogy ez olyan teles. Ez teles. Ez olyan, igen, azt gondolom, olyan jó. Meg a plusz kettő se lenne rossz, csak a szél. Van erre egy mondás, de nem idézném, hogy mi a hideg szél nélkül. Aki ismeri, ismeri, aki nem, nem. Azt nem ismerem. Ja, olyan, mint a... a hideg. Ja, igen, ez meg volt. Igen. Mit kaptunk? Ja, a játék állást? Ezt a múlt hetet elbuktuk, igen. Nem, dehogy buktuk el, igen. A 11-től 5-0-ra hoztuk a hetet. Kicsit más, mint majd nem. Igen, jó. A november 11-től 15-ei hetet buktuk el, ott 3-2-re. Előtte folyamatosan nyertünk, képzeljétek el. Tehát, hogy tulajdonképpen 7 vagy 8 héten keresztül nyertünk, úgyhogy egy hetet buktunk el összesen. Ez nem egy rossz eredmény. Igen, pontosan Anna összesítette is. 8 hétből egy hetet buktunk már csak el. Tessék, nem rossz. Tök jó. Az szerintem egy tisztes helytállás, nem? De a múlt hét az szoros volt azért. Igen. Most már ugyanarról az telefonszámról most már áramszünet Szatmáron. Tehát, hoha. Lehet, hogy ő csinálja az áramszünetet? Tehát ő dolgozik az elműnél, és kiiktatja Solymár ki Szatmár, hogy ugyanarról a számról jönnek áramszünetes SMS. Hát, vagy az elműnél dolgozik, és látja, ahogy oltódnak le a nagy táblán a kis lámpák. Igen. Tényleg ugyanaz a szám. Ugyanaz a szám egyébként, igen. Azt mondja, hogy most volt ez a második forgatható kamera. Mert hogy a 60-as években, amit csináltak, az idáig kihúzta, vagy... Igen. Mario Andretti már használni ilyen kamerát a 60-as években, így hallgató. Nem, hanem hogy most volt másodjára. Aha, tehát, azért... tehát újdonság. Igen. No. Brazíliában volt a hétvégi futammás, mondta? Nem? Hát a kontinenst jól mondtam. Mi mit mondta, argentin futam? Nem mondtam se azt, hogy Amerikában. Hát most tévedtél. Miért? Hát a földrész, nem? Hát így van, a bolygó stimmel. Mit tudom, én rákattintottam, ott nem láttam a nemzeti szín. Még kell mindenbe belekötni. Balázs, öreg hiba volt biztonsági jog nélkül vezetned a tévében. Azért kapni fogsz. Úgyis egy ilyen ávós ország vagyunk, úgyhogy mindenki... Én szóltam. Mindenki, Jani szólt egyébként. Én mondtam, hogy már azért se. De komolyan azt mondom, hogy ha ilyen rohadékok, hogy mi fölnyomnak emberek ezért valakit, mert a tévében látják, és rendőrségi levelet írnak, és a rendőrség hivatalból eljárást indít, az kapja be. Nem fogom miatta bekötni. Egyébként mindig bekötöm, ha vezetek. Mondom neked, Kovács Áron nevű barátunk és üzlettársunk példát, aki ugye egy fogadásból motorozott meztelenül a szigeten, nem volt rajta bukó, följelentették. Mondok neked több olyan sztárt is, aki televízió műsorban így szerepelt. Legutóbb LL Junior. LL Junior nem volt bekötve, följelentették, úgyhogy pupi, te jössz. Igen, jelentsé föl, nyugodtan, nem tényleg. Én. Már nem te, ő az, aki írta az SMS, bár nem, nyilván nem azért írta, bár sok-sok pontot tett a végére. De tényleg, hogy egy ilyen ország, ahol mindenki 10.000 forintért mindenkit följelentget, meg van ennek hagyománya azért az elmúlt 30-40 évből, tehát nyilván volt átörökíteni a géneket, de hogy nyugodtan, tessék nyugodtan feljelenteni. Nem? Hát legalább lesz hova járnod, úgyis unatkozol most még. Nem? Ne. Két hét forgatás, aztán semmi dolgozni. Vége van aztán, persze. Utána időmilliómosok leszünk. Hm. Nem fogunk tudni, januárban itt fogunk nézni tétlenül 10 óra után, hogy mit csináljunk? Hát, hova menjünk? Megyünk az első fokra, vagy valami. Sok esetben. A sok-sok polgári peres eljárás, amit indítanak a becsületsértés miatt a műsoron belül, januártól bíróságra vagyunk, vagy bíróságra megyünk. Na jól van, lehet jelentkezni akkor játékra, jó? Hogy kiköszörüljétek a csorbát, mert ez az 5-0, ez nem gyenge. Úgyhogy lehet próbálkozni bennünket lenyomni. Aki úgy érzi, hogy jó, vagy szeretne játszani, írjon SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt pontosan 4 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! A Petőfi hídon Buda felé a paravánok bedöltek az útra. Vigyázom mindenki, ezt Petya küldte nekünk, Mátrázán szakad a hó, üzeni Ken, Kerepesen szintén esik a hó, ezt Kori küldte, és
Igen, hát nagyjából ennyi. A kékestetőn a legnagyobb most, ezt megnézheti bárki, egyébként csak annyit kell beírni, hogy webkamera kékestető, percenként frissülő képet láthattok róla, és szerintem az ott meg is fog maradni, mert egész héten az éjszakák azok már mínuszok lesznek. És látszik a képen, ahol? Ez egy gyönyörű. Csend, kiúzom, nem bírom hallgatni. Ekkora hó van? Aha. Hát ott. Te jó is. Ne hülyéskedj, ez rendes tél. Nagyon komoly. Hát nagyon komoly. Ez abszolút csak jó real. Ez. Jó ez. Na, azt mondja, hogy 5-0-ra nyertük a múlt hetet, úgyhogy hát igazából van mit kiküszörülni a hallgatóinknak, megnézzük, hogy ki a mai játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Sziasztok, szép jó reggelt kívánok nektek. Hello Tibi. Szia. Hello Balázs. Honnan hello Feri, hello Jani. Hello. Jaj, ezek a köszöngetések. Hello Tibi, ugye? Honnan hívsz minket? Autóból, most jelenleg éppen a... Melyik pihenőben vagyok? Nem is tudom. Pestről 19 kilométerre. Aha. Melyik irányba? Miskolc irányába. Tehát M3-as. Akkor M3-ason pihensz valahol. Igen, most pihenek egyet. Jó volt a hétvégét, Tibi? Dolgoztam, úgyhogy nézőpont kérés. Nem volt morning show, úgyhogy annyira nem kicsit szomorkás volt ez miatt. Na, de ma már vagyunk. Na, mekkora nyaller vagyok, mi? Nagyon. De örülünk neki. De ez segít rajtad majd bárkivel is akarsz játszani. Mi könyörtelenek vagyunk. Ki legyen? Legyen most a János. Jani? Legyen a Jani. Jani. Jó. Mehetünk? Mehetünk. Jó, bele is vágunk. Jó, indítjuk az óránt. Figyelj, Tibi. 3, 2, 1, és tessék. Passzív leszel, Tibi? Passzív leszek. Kérdez. Kérdezte? Na jó. Szeretsz műsorvezető lenni? Parancsolsz? Szeretsz műsorvezető lenni? Persze. Már amennyire engem annak lehet nevezni. Annak lehet nevezni téged. Úgy gondolod? Úgy gondolom, így van. Uh-huh. A műsorunkat is nézed? TV műsorunkat is? Nincsen tévém, már körülbelül 5 éve. Akkor csak a rádiót hallgatod? Rádiót szoktam hallgatni rendszeresen. Minden reggel? Minden reggel, így van. Munkába menet? Munkába menet, munkából jövet. Uh-huh. Mi a munkád? Mivel munkában is. Jelenleg gépkocsi vezető vagyok. Uh-huh. Hivatásos? Hivatásos. Szállítasz valamit? Szállítok göngyöleget, illetve készterméket. Göngyöleget? Göngyöleget, így van. A késztermék alatt mit értesz? Na, a késztermék az kérlek szépen tolató kameráknak az alaplapjait szállítgatom. Tibi, jó voltál. Köszönöm szépen. Lejárt az egy perc, így van. Igen, hamar. Képzeld el. Gyorsan elmegy ez, ha jól játszik az ember. Meg is van az ajándékcsomag, mert hogy legyőzted Janit, és ezzel 1-0-ra mentek. Azért gratulálok nektek, de most ezt a hetet így intottuk, remélem nem lesz 5-0, már biztos, hogy nem lesz. Hát 5-0 már nem lehet, ez az így van. Nem. Az már nem. Hát nektek még lehet, de... Nektek, igen, nektek, nekünk már nem. Ja, úgy igen. Még 4 ilyen jó játékos, és meg is vagytok. Nem bízunk benne, hogy ezt a hetet behúzzuk most mi hallgatók. Jó volt, ügyes volt. Jó, nem megérdemeltem, nem tudunk belekötni, nem is akarunk. Jó játszottál, nem voltál passzív, megérdemeltem. Nem, köszönöm. Ez a tévé nélküliség, az hogy jött nálad? Hogy egyszer csak azt mondtad, hogy elég ebből, vagy mit kikapcsolták, és nem akart. Nem szeretem a tévé műsorokat, tehát unalmas, meg én azt mondom, hogy gagyi. Tehát az nem azt jelenti, hogy nem tájékozódok semmilyen szinten, tehát mindennapos internet felhasználó vagyok. Hát tegnap a Mephisto volt például az M1-en, meg ott van a Discovery Science is. A Oscar díjas filmünk, érted? Kivételek mindig vannak. Aha. Mondjuk tehát nyilván nem lehet... Ne tévézzél, az a jó. Egyébként tényleg az a jó. Minél kevesebbet tévéztek, annál jobb. Komolyan mondom. Annyi értelmes dolog van a világon. Mondom ezt úgy, hogy én televíziózom is. Igen. És ezt készítem, de miért? Nem, ugyanakkor vállalom, igen. Nem feltétlen. Tehát én mindig hiszek a szabad döntésben, meg a szabad akaratban, az se baj, ha valaki a távirányítót fogja meg, de ha te nem tévézel, az tiszteletre méltó, és tök jó. És ezt tartsd meg. Nincs ezzel baj. Szoktalak hallgatni benneteket, ugye azért feltűnt számomra, te is szereted ezeket az összeesküvés elméleteket. Itt ugye
kis fiíkokat az égen. Hát a, nem kérdés mennyire összesküvés, mert foglalkozunk vele, igen. Mindig azon, hogy beszélünk általában... róla, aztán mindenki eldönti, hogy mi az igazság, vagy mi nem. Igen, igen, tehát tévében általában ilyenekről nincsen szó. Vagy nem, én nem látom, ez inkább interneten lehető fel ezekkel kapcsolatos információ. Van egy-két műsor, ami ezzel foglalkozik. A Vágónak van a Fix TV-n valami műsor, az ezzel foglalkozik. Valamilyen ilyen szkeptikus, mondjuk a másik oldalról, de... Igen, tehát ő gondolom más oldalról közelíti meg, hogy miért nem. Igen, hát az az oldal ugyanannyira létező oldal. Oké. Okay. Küldjük az ajándékcsomagot, jó Tibi? Jó, rendben. Köszönöm szépen. További jó műsorvezetést, jók legyetek. Köszi, jó munkát neked is, ciao. Köszi nektek is, sziasztok. Hello, hello. Na, hát 1-0, ez kellett ahhoz, hogy felszívjuk magunkat. Most fölhúztuk a Most fölhúztuk magunkat, igen, én legalábbis nagyon. Úgyhogy holnaptól mészárlás. Jó? 5 perc van pontosan, 7 óra, jönnek újra a hírek, egy kis időjárás, közlekedés, aztán itt vagyunk mi. 7 óra múlt 10 perce, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hétfő van, egy újabb hét, november utolsó hete. Ugye? Jól számoltam? Igen, jól, tökéletesen. Így van. Rá fordultunk a decemberre. És hát ami az időjárást illeti, mindenki öltözön fel jól, melegen, mert 3-4 fokot mondtak, megjött, itt van. Ezt ígérték, ez lett. Ugye? Inkább elment a többi. A 13-ból 10. Nem, a 13-ból nem ez jött meg. 10, igen. Igen. És lesz hidegebb is. Csütörtök lesz a leghidegebb nap a héten az előrejelzések szerint. Azt király. Na nézzük egy-két közlekedés hírt. Petőfi Buda felé egyesbe lehet csak haladni. Pécs szállingozik a hó, ezt Könyves Laci küldte nekünk, valamint hatalmas dugó a 10-esen lassan Vörösvárig ér a sor az Ürömi lámpától. Boss írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Vértes Acsa és Lovasberény között a 811-esen reggel 6-kor még teljes útzár volt, a szél felborított egy kamiont. Jó Isten! Aztán többen mondták, hogy Tibi kimondta, de nem mondta ki. Megnéztük. Anna is megnézte, visszahallgatta, nem mondta ki. Valószínű ajándékféltésről lehet szó. Vagy pedig irítségről, vagy nem tudom, vagy félrehallásról. Hát ételezzük fel azért, hogy nem mindenki irigy. De nem mondta ki a mi játékosunk. Úgyhogy abszolút jár. Jár az ajándékcsomag. A Budafoki úton még nem esik a hó, de egy hókotró megy előttem. Ez a biztos. Remélem, ha majd kell, akkor is az úton lesznek, így a Gábor. Ez jó felvetés egyébként, tényleg. Mert hogy amikor meg kell, akkor meg eltűnnek, nem? Nem, most nagyon készülnek. Már most nem engedik meg maguknak még egyszer azt a hibát, amit így éveken keresztül, hogy meglepetésként ér bennünket a hó. Január van. Gyerekek, ti is halljátok ezt az zúgást? Megőrülök. Aha, most nincs. Megőrülök tőle 4 órán keresztül ezt az zúgást hallani. Az a baj, hogy lehet, hogy nekem annyira természetes. És te akarsz valami effektet, akkor nem fog bemenni. Ez az. Nekem annyira természetes, hogy... Nyomjuk ki. Ki van? Na most nincs. Figyelj. Ott van. Aha, most itt van. Most nincs. Most ott van. Most nincs. És ezt csinálnánk 10-ig. Mekkora lenne? De megbolondulok ettől. De én tényleg, miért kell ezt 4 órán keresztül nekünk hallgatni, hogy így zúg valami? Megőrülök. Ne idegesítsetek föl. Amúgy is rossz kedvem van. Amúgy is rossz paszban vagyok. Én dolgoztam szalag mellett elég sokat. Megszoktad? Persze, nekem ez semmi. Nekem ez a csend. Na, gyerekek, lezárult a Forma 1. Véget ért, de már nem akarok Fettelekről, meg Barrichellóról, mondjuk arról már biztos nem, az már régebb hagyta, vagy elmond másról, meg Masszákról, meg Alonzókról beszélni. Kérdezgessük a Szújót olyan dolgokról, amiket egyébként nem tudunk. És ő se tud. És nem, hogy ő se tud, még a szinkronúzásról. Nem, mert rögtön felhívjuk Szújó Zolit, ami drága Szújó Zolinkat, és ugye hát mivel évad zárás volt, tegnap nagy búcsúzkodásban voltak ők is, volt egy nagy összesítés a végén, hogy hány kolléga, hány helyszín, hány kilométer, sorolta, Zoli döbbenetes számokat mondott. Amit nem tudott elmondani évközben, az gyorsan beszúszakolta ebbe az egyfutamba. Igen. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy fölhívjuk, de nem is azért, hogy most tényleg meghallgassuk megint, hogy Vettel negyedszer, meg az Alonso mennyire ki van akadva, hanem inkább, hogy ő meséljen a készítés folyamatairól, a készülődés folyamatairól, a Weberről, kulisszatitkokról, és mindenről, amit a néző nem tud, azért, mert nincs lehetősége belelátni abba, hogy is készül a Forma 1. Megvette már a karácsony ajándékot a Gabinak. Weber Gabinak? Igen. Mondjuk náluk a húzás elég egyoldalú, nem?
Ha ketten vannak, húzunk, igen. Ami karácsony nem. Hát, húzunk. Vagy magad vagy engem. Te kit húztál? Egymás nem ér, oké, okay, húzzunk. Jó, hát megint téged húztalak, én meg megint téged. Tehát neki kettőnek nem lehet nagy érmény karácsonyra húzni, ha nincs nagyobb stábhúzás. Na mindegy, szóval, hogy lezárjuk a Forma 1-et, Szújó Zolival, aki, ha minden igaz, már itt is van. Zoli, jó reggel kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok, üdv mindenkinek. Gáborral most márciusig én nem is beszélek, hát ti sem beszélgettek, amikor nem vagytok adásban, nem? Nem, abszolút nem, tök jól mondod, tehát alig várjuk, hogy ne találkozzunk egyébként. Ez a mindennapi munka eredménye, hogy az ember odáig jut, hogy már egy kicsit jó a másikat nem látni. Ráadásul, hogyha jobban belegondolok, akkor én közelebb ülök Gáborhoz, mint ti egymáshoz a kommentátorállásban, mint ti a rádió stúdióban, ugye? Hát te láttad a miénket, mi nem láttuk a tiédet, közelebb ülsz, ezt nem tudom. Közelebb, hát néha összeér a jobb karom az ő baljával, persze. Tényleg? Ilyen kis, de miért mennyire alacsony költségvetés, hogy nincs nagyobb hely, vagy miért? Nem, hát egy kommentátorállásban be kell zsúfolni egy csomó dolgot, meg sokan kérdezik, hogy 2013-ban miért nem nagy televízión nézzük a formát, és miért nem arról kommentáljuk, ennek egészen egyszerű oka van, ugyanis ugye ott van egy ilyen kommentátor egység, amiben bele kell csatlakoztatni a fülhallgatókat, mikrofonokat és így tovább, ez egyébként egybe van ez a headset, és én magam is megfigyeltem ebben az évben, hogy még ezt a kis képet sem feltétlenül látom át mindig. Tehát, hogyha a képernyő bal felső sarkában bevillan valami, történik valami váratlan egy autóval, akkor én mondjuk a 80%-át egyszer nem is látom a képernyőnek. Képzeljék el a hallgatók, hogyha ez egy nagy képernyő lenne, akkor aztán végképp nem tudnám átlátni. Tehát az a jó, hogyha egy fókusszal, vagy egy szemállással gyakorlatilag át tudod látni az egész képernyőt. Na, akkor nagyon kicsibe történik minden, nem? Tehát igen, a nagyban igen, legalább igen. Nagy esélyed vagy észreved. Órián, pontosan így. Hát így kicsiben, ugyanakkor viszont átlátod az egész képernyőt elvileg, de mondom, ez sincs mindig így. Ami nagy fejlődés volt, az igazi profi, volt. Ugye? Megmagyarázza, hogy miért kicsit. Én nem azt mondja, hogy Filip Tábor tüzekre költöttem. Igen, eltüzeltétek már azt a pénzt. ami nagy fejlesztés volt egyébként az évben, hogy az év második harmadáig Gábor előtt volt a HD felbontású tévé, és előttem a visszajövő adáskép, ami nem volt HD, valamilyen oknál kifolyólag ezt megérdezzétek meg, hogy miért, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, nem lehetne áttenni elém, ez jó, tegyük ezt nyugodtan, és az egy nagy előrelépés volt, úgy értem, a kapcsolatunkban is. Na figyelj, akkor kezdjük a legelején. Én tegnap már pont a végére kapcsoltam oda, amikor egy nagy összesítést mondtál, és láttam, hogy valamiféle új image kezd kibontakozódni. Ugye hát, és tudom, hogy Filipnél is most ez megy, hogy ez egy ilyen MTV-s előírás, hogy mire kinek kell ezt a körszakállat növeszteni, vagy elvesztettél egy fogadást, vagy mi ez az új image, amiben nyomulsz, ez a kis hegyke bajusz, vagy körszakál, vagy nem is tudom, mi volt ez. Angol száz országokban divat ez a Movember nevű akció, amely az angol bajusz és a november szavak összevonásából keletkezett, és a férfi egészségre próbálja meg felhívni a figyelmet, igen, tudom. A prostata rákeverő tűrése. Megkértek, hogy csatlakozzak hozzá, és láttam, hogy a Forma 1-es pilóták között is divat, meg úgy a Forma 1 szereplői között, úgyhogy azt mondtam, miért ne. Tudom, nem mondj semmit, borzalmasan áll, december 1-én nagy örömmel fogom vére leborotválni tükörsimára az arcomat, de gondoltam, ha már csatlakoztam, akkor végigcsinálom. De szüretni is voltál, vagy csak a bajusz van? Bajusz és körszakál. De szüretni is voltál? Szüretni? Szüretni még nem, de készülök rá. De helyes. Majd mesélj utána. És hát muszáj lesz, és eszem a tök magot egyébként, hát az jó tett. Na, de ezt is mondtátok, igen, ezt is hallgattam, pont a végé összesítésbe futottam egy, ami 50 kiló tök mag, vagy mit számolták, hogy ennyit esztek meg a stábbal? Igen, igen, az éjszakai vágások alkalmával, ugye amikor készítjük elő a másnapi műsorokat, felvezető anyagokat csináljuk, és így tovább, akkor ott fogyok jócskán. Uh-huh. Figyelj, ti például egy vasárnapi futam előtt, ami mondjuk európai idő szerint délután 2-kor kezdődik, mikor mentek be, vagy mikor indul nektek a nap, mondjuk egy vasárnap? Egy vasárnap az már nem indul annyira korán, inkább a szombat fejeződik be későn, mert ugye szombaton megcsinálunk elvileg mindent, és vasárnap már csak akkor nyúlunk bele az adásba, hogyha valami nagy bejelentés vagy nagy hír történik, amit mindenképpen fel kell dolgoznunk. Egy átlagos versenyhétvége egyébként olyan szerda magasságában kezdődik meg, a stábunk ugye a két fős csapat az elmegy kedden vagy szerdán, hogyha európai versenyről beszélünk, akkor elég szerdán indulniuk, és akkor csütörtökön ők már a helyszínen forgatnak, mi pedig este műholdon megkapjuk ezeknek az anyagoknak egy részét, és aztán ezt mi látogatjuk csütörtökön, tehát akkor elindul a hétvége, és akkor péntektől elkezdődik a vágás, ami azt jelenti, hogy egy vágó kollega üldögél a számítógép előtt, és az általunk megírt, meg kiválasztott anyagokat ő szépen alázenéli, meg klippeket vág, és így tovább,
fordítjuk az anyagokat, az interjúkat. Ugye idén vezettük be azt az újítást például, nem tudom nektek, hogy tetszik, hogy halljuk a versenyzők eredeti hangját, és feliratozzuk a versenyzői megszólalásokat az esetek 90%-ában. Nekem valahogy érdekes hallani, hogy mondjuk Fernando Alonso milyen angolsággal beszél az esetben. Egyébként egészen jól, nem? Megtanult a legtöbb pilóta most már az első szinteket. Egyébként Pásztor Maldonado az, aki elég sűrű keresi azt a három szót, amit ismer angolul, de nem akarom megbántani egyébként. Igen, hát ő igen. Még régebben a Massát is érdekes volt hallgatni angolul. Ő igen, most már... abszolút. Ugye? De most már ő is egészen megtanult. Lehezen, igen, de ő is megtanult. Van valami olyan dolog a közvetítés előtt, mielőtt beültök a kis fülkétekbe és elkezditek, ami szertartásszerű, és valamelyikőtök megcsinálja? Hogy Gábor letérdeled és megfogja a térdelet? És átszorosan átölös. Szorosan átölös, igen. És azt mondja, hogy köszönöm. Akartam, hogy Gábor mesztelenül fut egy kört a házkörül. Azt nem tudom, hogy neki milyen procedúrája van, biztos van neki valami, majd megkérdezem. Nekem egy ilyen elég pontos koreográfia, hogy kotta alapján megy, tehát kinyomtatom a rajtrácsot, bejelölgetem magamnak, hogy azon ki a fontos, kire lesz érdemes figyelni, és aztán hát a fogatmosok, nem tudom miért ez így alakult, hogy közvetítés előtt fogatmosok. Gáborra való tekintettel ezt az önnevében köszönjük, tehát hogy ezzel nincs akkora baj. Hát, valóban új szintre emeltük a kapcsolatunkat ebben az éve. Mondtad, úgy, hogy nagyon közel ültök egymáshoz azért. Na, érted, nem? Igen, szívességet köszön hívni. Úgyhogy vannak ilyenek, általában még eszem egy csokit, vagy valami műkli szeletet, és akkor úgy ülök be a kommentátor állásba. Hát ezek már úgy kialakultak, igen. Miért hangsúlyoztad ki ezt a fogmosást, hogy picit így rajtunk keresztül üzensz Gábornak? Tehát, hogy neki is ki? Hogy ezt a fajta bajtársiasságot tőle is elvárod? Vagy? Hát, illetve, hogy ne fokhagymás spiritust tegyen a közvetítés előtt, mert mondom, nagyon kicsi alapterületű a kommentátor állás. Nem egyébként ezekre próbálom figyelni. Ami nagyon fontos, és ez is érdekes, hogy a szezon közepén jöttem el arra, hogy a versenyek háromnegyedénél úgy erőteljesen megzuhanok, vagy megzuhantam. És ezt nem tudtam, hogy ez minek tudható, meg mi miatt van, és aztán most elkezdtük szellőztetni a kommentátor állást, hanem azt jelenti, hogy körülbelül a futamok háromnegyedénél én kinyitom az ajtaját a közvetítő állásnak, ami azért veszélyes, mert volt, hogy kollega bejött, nem látta, hogy égett a piros lámpa, és jókedvűen hátba velegetett közvetítő közben. Ez a kinyitás, ez hogy történik? Oda lépsz az ablakhoz, kinyitod, és előtte Gábor! ez körülbelül így zajlik, hogy így feltűrő ablaknyitás van ilyenkor? Nem, szerintkedtek egymással, nem? Nagyon jó fej egyébként, valamikor ő figyel rá, és akkor ő nyitja az ajtót, hogy előttes. Annyira jó lenne tényleg valamik Forma 1-es közvetítés alatt azt hallani, hogy valaki bejön, nem ismerik az illetőnek hangját, de csak annyit hallunk, hogy na mi van, progyok, zabálunk? A kinti hang az behallatszik, ha valaki rátok nyitja, bejönne egyébként atmoszférában? Ha belekiabálna, akkor talán igen, de azért ezek a headsetek, amiket használunk, ezek ugye zajos környezetben is működnek, tehát a futballon, meg egyéb sporteseményeken dolgozó kollégák ezt használják, úgyhogy azért mindent nem szed össze. De például most a szezon végén az utolsó futam időmérő edzésen jöttem rá, hogyha én szólok a szerkesztő kollégának, ugye ti biztos tudjátok, van ez az utasító gomb, ami azt arra szolgál, hogy a kollégáknak beszél, de ezt a nézők vagy hallgatók ne hallják. Na most, hogyha Gábor beszél, akkor azzal őt is lenyújtom, miközben ezt a gombot megnyomom, tehát a Gábor szakadozása az a hétvégén azért volt, mert én beszéltem a szerkesztővel. Uh-huh. Jó, hogy ezt 19. hétvégén megtudtam, de hát jobb később, mint soha. A persze, most tudtad meg, mi azért szakadozott, mi? Figyelj, és mi van, ha például te ki kell menned mondjuk a mosdóba, akkor azt hogy oldjátok meg? Volt már ilyen, hogy te eltűntél egy percre, úgyhogy intettél a Gábornak, hogy végigbeszél, mert ezt se látják a nézők. Futam közben nem, de miközben nem. Leintés után már volt, hogy annyira nem bírtam, mert túl sokat ittam a közvetítés alatt, meleg volt, mit tudom, és szomjas voltam. Annyit ittam, hogy amikor leintették, tudják, hogy jönnek már a levezetőkörön, meg szállnak ki a kocsiból, és még majd következnek az interjúk, akkor egyszer föltéptem a kommentátor fülke ajtaját, és kirohantam a mosdóba, és addig Gábor volt kedves, és kibeszélte. Van egy ilyen egyezményesített jeletek, hogy mit tudom én, kis dolog, kis új, nagy dolog, ötör? Ennyire még nem finomítottuk a dolgot, de egyébként eléggé integetősek vagyunk, hála Istennek. Ugye zajlik valóban köztünk egy kommunikáció, ezt jól érzitek, hogy intek neki, vagy ő szokott mutatni az időmérő monitoron valamit, ami érdekes, és akkor arra megpróbálunk rátérni, tehát van egy ilyen másodlagos kommunikáció is kettőnk között.
És tegnap nagy buli volt? Jól nem, volt egy hivatalos sajtótájékoztató, amire ugye meghívtak minket, de valószínűleg már csak a maradék francia salátára és kaszinótojásra értük volna oda, tehát nem mentünk át a stábban. Nem, hát mi ott a fiúkkal a büntet helyszínén a stúdióban még egy kicsit beszélgettünk, meg lecsengettük a szezon. Lesz majd egyébként egy nagy bokártozás, már szerveződik, megvárjuk még hazajönnek a fiúk Brazíliából, és akkor a jól megveretjük magunkat Mihalis Norviékkal, de biztos jól fogjuk érezni magunkat. Balázs szívesen megy, hogyha kell a lázó ember. Ja. Finoman meghívattam magunkat, hogy meghívattam magunkat. Szóval dolog, egy bokártozni bárhol. Egy megye hármas csapat edzésére már benyomtátok magatokat. Most akkor jöttök bokártozni. Megye három, azért csak óvatosan, mert ott nagyon komoly focistáink vannak. Julio. Julio-t játszik, például véged van. Már alig várom, mikor mentek? Januárban? Azt beszéltük, hogy vége a felvételnek, és akkor valamikor január-februárban lemegyünk velük játszani. Esküszön lemegyek veletek szurkolni, vagy nektek szurkolni. Kommentátor. Hát vagy lekommentálod nekünk egyébként. Úgy te értek a focihoz, tehát akkor az tényleg érdekes. Akarunk róla úgyis egy hanganyagot, amit másnap lejátszunk, tehát ha te például vállalod ennek a kommentálását, akkor azt viszont mi nagyon szívesen vennénk. Így van. Most megbeszéltük. Legszebb hagyományokat felévezteted. Igen. Most pihensz egy kicsit, gondolom, nem? Tehát most azért így végén. Hát nagyon kicsit, mert javában zajlik a 2014-es idénynek az előkészítés, rengeteg új ötletünk van, hogy abból mit tudunk majd megvalósítani, az nyilván nem csak rajtunk múlik, mert álmodozás közben, ahogy mondani szokták, belelóg a kezünk a bilibe, aztán fölébresztenek minket, de azért próbálunk egy picit előrelépni. Egész évben írogattuk az ötleteket, meg hát számoltunk, meg nyilván is tudjátok, hogy az ötletek mellé a számokat, a költségekkel mindig azért oda illik tenni. Úgyhogy elkezdjük a jövő évet előkészíteni, de lesz egy kis szünet, szerintem azért december január környékén, hogy figyelj, mindenképpen akartam, hogy találkozok Börnivel, akkor mondd neki, ezeket a vasárpesti futamokat hagyják abba, mert a Wundersö miatt ez nagyon fájó pont volt, hogy a Forma 1 Wundersönnel csatázott a nézettségért, konkrétan se a TV2, se senki nem volt benne, mi öltük egymást, tehát pont veletek csatázni, és egymás segélyét rontjuk le azért, mert pont egy időben vagyunk, hogy szóltok már Börninek, hogy indítsa már később a futamot, ne legyen már vasárnap este. Nekünk ez óriási megtisztelés, egyébként, és talán egy évben egyszer, azt hiszem csak az amerikai nagy díj. Igen, múlt hét volt ez, igen. Talán ki lehet bírni, meg hát jövő ilyen, hol lesztek ti már? Jaj, de szép! Te rohadék! Hogy? De szép. Jó, beszélek vele. Jó, hogy legalább azt az egyet tegyél. Jó van. Jó, rendben van. Hát srácok, úgyhogy ez volt 2013. Én egyébként azt gondolom, hogy nyilván ilyenkor az ember számot vett, meg kicsit úgy értékeli a saját teljesítményét. Van még hova fejlődni, finoman szólva. Talán az utolsó negyedében az évnek már voltak egész jó 5-8 percei. Most mentegetőzöl, vagy igen, ezt most mire végig magát? Nem, hát tényleg én is értékeltem, hogy próbáltam értékelni a saját teljesítményemet. Nem volt ez, hogy mondjam, az elején nagyon meg akartam csinálni dolgokat, erről talán már beszélgettünk is, hogy úgy ültem be, hogy hú, akkor most értítem, és akkor, hogy figyeljétek meg, hogy így kell formagyot kommentálni. Ez nem tudjuk, Pien Zoli, az első három műsorunk nekünk is erről szólt. Mi is a szezon végére kezdjük megtalálni az alaphangot, úgyhogy hidd el, ha valaki mi tudjuk, hogy milyen ez, amikor az ember az elején kicsit túllövi magát, nem? Ja, látod, igen. Egyébként meg Zoli, tökre érezzük, hogy ez nem csak egyfajta ilyen álszerénység részedről, mert mi a Weber Gabitól ugyanezt hallottuk, hogy van még hol fejlődnöd. Ja, hogy ti már reggel beszéltetek vele, mi csak azt nem hallottam. Igen, már hívtuk. Ja. Na jó van, imádunk, ja. Szeretünk benneteket, akkor jövőre találkozunk. Hát, jó pihenés nagyon, neked. Nagyon szépen köszönünk mindent, de tényleg az egész éves támogatást, meg a segítséget, és akkor nektek is jó munkát, és köszi szépen még egyszer. Szevasztok, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Szújó Zolinak, köszönjük szépen, ciao, hello. Hello. Nagy móka mester. De jó arc egyébként. Igen, jó volt, nem akartam webberezni, nem baj? Meg turbomotorozni, meg alonzózni. Most nem. Ugye, hogy most századszorra meghallgatni, mit mondott Alonzó Webberről, most inkább egy ilyen kis... Otorozd magad, nem baj. Szújó Zoli a kulisszák mögött című kis rovatot akartam most ebből. Szújó Zoli az ember. Szújó Zoli az ember. Szújó Zoli a sportkommentátor, igen. A mikrofon mögött, ki ő? Ki ez az ember, akit hallunk minden vasárnap, meg pénteken, meg szombaton? Nyilván, annyit tudtunk volna beszélni a lágy, meg a kemény gumikról, meg a légterelőknek. Egy csomó mindenről lehetett volna. Fejlődéséről, de... Nem lehetett, hogy most az Alonso például megint beszúrt a Webbernek, vagy a Fettelnek egy nagyon nagyot a végén. Vagy például ugye véget ért egy fajta motorkonstrukció, és most jön egy másik fajta motorkonstrukció. Tehát lett volna miről, csak most érted, nem? Hát jó, most... ez. Baján nagy pehelyekben esik a hó.
De jó ezt hallani. Ma van ez a Katalin kopog locsok? Ma? Ha kopog, akkor karácsony. Ma van ez a népi hülyeség? Úristen, Katalin locsok? Nem, akkor tudjátok meg, hogy mi van, mert ma azért az erősen kopog. Tehát akkor az... Plusz fok van, az nem kopog, az locsog. Az locsog? Hát miért nem ez locsog? Ez a jeges északi szél plusz kettő, neked ez így locsog? Én ezt kopogra tenném, ezt erősen kopogra tenném. Jó, de akkor ez nem jó, mert akkor karácsony viszont locsog. Igen. Szállingózik a Hó a Nyugatinál is, és a Boráros téren is, tehát szép lassan már mindenhol elkezdett esni. Úgyhogy aki még nem tette föl a téli gumit, tegye föl. 22. kerület Leányka utcánál is szállingózik, ahol ez Zolo küldte nekünk, köszönjük szépen. És a Petőfi híd Buda felé egyesben halad, az okot egyelőre nem tudjuk. Óven bácsira és Beru nénire lehet jelentkezni nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva, hello mindenkinek. Itt várom a Néplégetnél a villamos, és itt szállingózik néhány eltévedt kósza hópehely. Vicus, írta nekünk. Ausztriában az A2-es autópályán 2-3 fok van, fúj a szél, és foltokban esik a hó. Autósok, vigyázzatok, fokozott figyelmet fordítsunk egymásra, nyekkal, írta nekünk. Ez van tehát Ausztriában. És hát Magyarországon sem nagyon más a helyzet. Egyébként 0 fok a Mátrában, Gajai elágazó és Mátra a házak között pedig hó. Jeepes bűmci küldte nekünk, mérnek a szolnoki elkerülőn, és a mexikói úton pedig süt a nap. Na! Na! Ez kicsit ideális. Kifogytam a poénos ötletekből, nincs több pénzem SMS-re, így esélyem sincs a naphallgatója címre, sajnos nem is jutok ajándékcsomaghoz, írja nekünk egy hallgató elkeseredve. Hát ilyen ez. Bizonyám. Megválasztották az év szavát Angliában és Amerikában. A kérdés, hogy nálunk vajon mi lehetne a befutó? Mert hogy a selfie lett a 2013-os év angol szava, erre szavaztak a legtöbben, illetve ezt használták a legtöbben, több mint 17 ezerszeres százalékban emelkedett a szóhasználat. Hogy egyébként ez ki, hogy méri, azért érdemes lenne ennek utána járni, hogy mire valami átszivárog így a köznyelve, és azt hogy használod, mint használod. Minden esetre a selfie lett a legnépszerűbb szó. Tehát tudjátok, mi az a nem, selfie, egyrészt nem tudjuk, azt akartam kérdezni, másrészt pedig, tehát te tudod. Tehát egyrészt én nem tudom, bocsát, másrészt pedig, hogy tényleg úgy van a mérés, hogy megkérdezték, hogy tavaly hányszor selfie-ztél, és idén hányszor, és 17 ezerszer többször selfie-ztél? 17 ezerszer többször, igen. És 17 ezer százalékkal nőtt. Aha. Az elmúlt évekhez képest, ez a kifejezés. Na és mi a selfie? Hát ennek egyelőre nincs magyar megfelelője, úgyhogy ezt nehéz megfogalmazni. Hát nyilván ki is fog derülni rögtön, hogy miért tudom. Ez az, amikor valaki készít magáról egy fotót a tükörből, aha, és utána pedig ezt felteszi az internetre. Csücsörítős, vagy az mindegy, hogy nem csücsörítős? Hát igen, lehet ez is csücsörítős is lehet, pucsítős is lehet, bármilyen lehet. És hát ezt azért vajon őszintén nagyon sokan gyakorolják, ezt a kis szokást. A magyar celebek meg nem celebek közül is gyakorlatilag mindenki. Igen. Szerintem 10 évesek között ez iszonyatosan divatos lehet mostanában. Uh-huh. Tehát önfotó tükörből, csak egy hosszú szelfinek. Igen, ez a saját magad képmásának a lefotózása. Most 2002-ben használták először, méghozzá egy ausztrál közösségi honlapon, vagy egy ausztrál, nem tudom hol, mindegy, és ennyi idő kellett, hogy tulajdonképpen az év szava legyen. Tehát, hogy 11 év alatt tudott úgy beszivárogni, vagy elterjedni, hogy most már mindenki használja a selfit magát, mint szót. Szerintem legalábbis Angliában. Egyébként ezt a dolgot precízen, pontosan le lehet mérni mondjuk azzal, hogyha megnézik azt, hogy mondjuk az Egyesült Királyság területén hányan ütötték be ezt a szót, és utána indítottak el egy keresést ezzel, és valószínűleg így is mérhették le. Tehát ez lehet abszolút. Na de akkor selfie az is, amikor mint a Van Gogh festett magáról egy képet? Vagy Rembrandt, tehát ez is selfie. És aztán megosztott egy galériában. Igen, és aztán megosztott egy galériában. Nem csak azt mondom, hogy ez az analóg selfie. Igen, az 1.0-as selfie. Tehát ilyen alapon akkor már a 17., 18., 19. században is voltak selfiek. Csak most az, hogy én most okos telefonnal fotózom le magam, és teszem fel a világháborúra, világhálóra, Jézusom, étfő van. De akkor egy Van Gogh önarcképi selfie volt? Abszolút, és a egy maga Albrecht Dürer is, és egy Munkácsi is, abszolút. Tehát ezek akkor, mind. Csak akkor, úgy hívták, hogy önarcképi. Igen, akkor még nem selfizték, de akkor mindenki selfizett. Akkor ők voltak a selfie elődei, tulajdonképpen. Csak egy kicsit hosszadalmasabb volt. Megvetted a vásznat, kifeszítetted, elkezdtél festegetni, rajzolgat, hát egy picit lassabb volt, mint a mostaniak, de egyébként az. Most már könnyebb azért selfizni.
sokkal. Nekik milyen egyszerű lett volna. Hm. Igen. És hát sajnos, nem hiszem, hogy sajnos, de Van Goghról nem láttam olyan jellegű szelfiket, mint például Scarlett Johanssonról. Az utóbbinak jobban örülök. Hogy azt gondolom, hogy egy Scarlett Johansson selfie azért izgalmasabb. Csináltatok már valaha magatokról? Egyszer csináltunk, és meg is osztottuk. Bizony. De nem úgy, hogy megosztani, csak magatokról fotót. Igen. Tehát, hogy láttad valahol, ma, mit tudom, és beállítottad a kamerádat úgy, hogy saját magadat láss, tehát ne a távolba fotózzál, fordítottál rajtad, és csináltál magadról képet. Szelfiztetek? Szelfiztünk át. Igen? Így van. Megcsináltam. Milyen szelfit csináltál? A bal lapockámon van egy ilyen folt, és azt szoktam időnként megnézni, hogy nem melanomásodott-e el is. Az hát szelfi, az nem ugyanaz, mint a szemről szelfi. Tök minden. Az melanoma szelfi. Nem, az tudományos szelfi. Ja, tényleg. Az tudományos szelfi, melanoma szelfi, az más. Én nézegetem a saját telefonomat, az abban, hogy egyelőre még mindig a szadom azok klubról látok, hogy 600 képet csináltam. Jani az András kereszten, Jani az András kereszten, Jani árnyékban, én az András kereszten. Kis egy videó. Életre szóló élmény volt. Igen, tehát sajnos csak ez van. De nálam is vannak szelfik. Mindenkinek vannak szelfiei a telefonon. Na, például, mikor most legutóbb ledúrattad a hajad, már nagyon régen nem, akkor nem küldted el a Vikinek egy szelfiben, hogy drágám, ilyen lett? De csináltam róla. Ugye? Csináltam róla. Igen. Kért, hogyha kijövök a fodrászok, küldjek egy szelfit. És már küldöd is. De valahogy nincs ingerenciám ezt föltenni a netre valahogy, nem tudom miért. Azért ez a csajoknak jobban áll, nem? Uh-huh. Egy csücsörítéssel egyetemben. De ott van, nézd meg. Azt a boldog mosolyom. Jó ideje. Na, ezt én föltenném. Na, ez egy selfie. Ez egy jó. Nem jó. De ezt miért csináltam? Hát csináltam magamról egy selfie-t. Hát, de ez az első ez nap másik. Volt. Első nap az új autóban, vagy mi ez a fotó? Nem, ez a haj. Az első nap az új hajam, amikor letolattam egy év hosszú haj után a hajamat, és csináltam magamról selfie-t. De nem tudtam, hogy én selfie-t csinálok akkor. Nem tudtam, hogy a szelfinek hívják. Információt akart megosztani a Wikivel, hogy néz ki. Kicsit ez a 3 milliárdot nyertem a Lotton kép, de hát az új hajának is örült. Én nagyon jó. Az a durva, hogy tele vagyok szelfivel, Balázs az új díszlet előtt. Tényleg? Egyébként? Tehát most rá kell jönnöm, hogy csak szelfizek. Nézd meg. És te csináltad? Ezt én kézből, persze. Persze. Tele vagyok szelfivel. Nektek kevés van, vagy nincsen? Egy-kettő csak? Hát fél. Most már, hogy így te nem tudtad, és megnézted, és aztán kiderült, hogy mégis. Tuti, hogy van magadról is. Tele vagyunk. Megnézem, hogy mikor fotóztam meg a utoljára. Melanoma, ez is melanoma. Igen. Na, de mi lehetne, amíg a Jani keresi, mi lehetne a magyar szó? Tehát mondjuk 2013-ban, ugye itt évvégén úgyis mindenki nagy összegzésekben van, meg lezárják az évet, meg kutatják meg statisztikák. Tehát a 2013-ban egy olyan szót kellene keresnie, mondjuk a hallgatóknak, vagy nekünk, amit tavaly még nem használtak nagyon. Tavaly előtt se, de idén szivárgott be a köztudatba, és idén kezdtük el használni. Mi lenne a jó? A rezsidémon. Tehát az egy mai szó? Én azt tavaly még nem hallottam. A rezsidémon? Igen, a politikából azért sok minden szivárog be a közbeszédbe, nem? Tehát a rezsicsökkentés így ebben a formában, ezt még így nem hallottad évekkel ezelőtt, vagy nem tetted össze, nem? Tehát volt rezsi, meg akartad is, hogy jobb vagy rosszabb, vagy kevesebb legyen, de ez a rezsi csökkent, ez például ez most már volt. Mindenki tudja, hogy miről van szó, nem? Ez korábban nem volt. Nem, véletlenül. Igen, de 2013 ugyanilyen nagy felfedezett szava a trafik is, ha belegondoltok. Tehát, hogy a politik... Nem, a trafik az egy kihalló félben lévő dolog volt, amik szépen eltűntek, a fiatalok már nem tudták, nem használták, tehát leugrom a trafikba, ezt két évvel ezelőtt kimondtad volna, kirögtek volna. Ja, és közel se politizálni akarok, nem erről van szó, de hogy mennyire újra forgalomba hozták azt a szót, hogy trafik. Tehát ma már azt mondod, hogy megyek a trafikba, senkinek semmi újat nem mondasz. Két éve hangosan fölrögtem volna, ha te azt mondod, hogy gyerek, milyen kiugrom a trafikba. Igen. Vagy te mondtad volna, hogy kiugrom egy szagos radírér a virágnak a trafikba. Hülye vagy? Hova mész? Te mit csinálsz? Mondjuk én még pár éve is hallottam, vannak olyan ismerősei, akik így használtak ezt a kifejezést, leugrok a trafikba. Azt így hívják. De az mit jelent, hogy leugranak fogyasztani, vagy ja, cigarettázni? Igen, cigarettál sodorni valót. Ja, hogy cigipapír, ja, értem. Uh-huh. Jó, nem, ez nem esetlen. És van, amikor kihullik az anyag az asztal, és föl kell szépantani. De nincs más, ami így 2013-ban ilyen menő szó lett? Vagy nem is az, hogy menő, hanem egészen sokat használjuk?
vagy két éve, vagy öt évvel ezelőtt még senki nem tudta volna? Hát az a baj, hogy szerintem ez a fiatalok körében megy leginkább, tehát a selfit is ők kezdték el ilyen 15 és 25 között használni, megcsinálni. Leginkább ők használják, aztán igen. Persze ezt az idősebbeket is elkaptam, mint az látszik a telefonodon. De őt ösztönösen. Az... Tehát, hogy ez benne a jó egyébként, hogy nem egy divat hullámot lovagolt meg, hanem ő gyakorlatilag úgy kezdte eljárni ezt az utat az összes többi fiatallal együtt, mert hogy közülünk ő a legfiatalabb, hogy igazából magát a kifejezést nem ismerte. Meg nem teszem ki azért közösségi oldalakra, de előnyörve legyen szólva. Nem? A vonatkésés az például ilyen szó? Nem. 2013-ban nem? Ez egy tradicionális magyar kifejezés. Tehát ez egy klasszik hosszú évek óta olyan szó, ami jellemző ránk, és igen? Persze, hát itt de mostanában hallani sokat, tehát ez a 2013 és a MÁV, ez valahogy nem találkozott. Tehát régen az idő és a Tikotime együtt jár, ez most a MÁV és az idő. Nem az... jár együtt. Tehát szintúl ezt nem mondaná a kettes kirakatra, nem, hogy a MÁV és az idő együtt nem jár. Nem azt használják, hogy vonatkésés, hanem azt, hogy a MÁV. Na, ez is egy új, a lehulló levelek. A lehulló levelek, igen. Mi az, hogy önci? Ezt sokan írják, de ezt többen elküldik, hogy önci, önimád, önci, ezt nem tudom. Önci? Önimádás. Lehet, hogy az a selfie magyar megfelelője. Ma hogy a az selfie, mint önci? Igen. Önci. Igen, kicsit öncélú. Na most jobb belemagyaráztam valamit, nyilván nem ez. Igen, hát most az, igen, de ezen már túl vagyunk, hogy ez mit jelent. Igen, itt most többen ezt próbálják megmagyarázni. Na jó. Mutyi. Az a baj, hogy csak olyan szavakat tudunk mondani, amit össze lehet kapcsolni ugye most a közélettel, vagy a közéletet és a politikát is nehéz ugye külön választani. Hát de az, hogy Mutyi azért az volt mindig, nem? Hogy de Mutyi újra megszállt éli. Mutyi úgy. Kezdve azért ez egy újra divatba jött szavacska lett. Régen is volt. Igen, de az régen is jellemző volt. Jó. Játszunk egyet, addig mindenki gondolkozzon tényleg, hogy a 2013-as évre mi volt, ami jellemző volt. Milyen szavak szivárogtak be a köztudatba, bár ha 10 év kell, hogy az tényleg elterjedjen, azért az sok idő. Nem, ugye 2002-ben használták a selfit először. Jó, gyorsan egy közlekedés. M3-as bevezetőn Kagylós kútig már vissza is torlódott Lackó írta nekünk. Köszönjük szépen. Ez most a legfontosabb, mi pedig valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Egyébként ilyen beszivárgott szó a vakkomondor is. Szóösszetétel. Nem? Tehát 2013-as év nagy szóösszetétel a vakkomondor, ugye? Aki szegény azóta már elhalálozott, mint így tudjuk, van. Ugye? Egy szemtanút eltették lábalól. Hát tényleg, és a akkor... szemtanú se állja meg a helyét. És már nem is szemtanú, csak fültanú, de hogy már nincs. De a vakkomondor is egy abszolút 2013-as szó, igen, ami beszivárgott. A komondorozás az a vétlen szereplőre kenni valamit. Tehát amikor rákensz valakire valamit, akinek egyébként semmi köze nem volt az egészhez, akkor komondorozol? Ráadásul hátrányos helyzetű az illető, akkor komondorozol. Akkor komondorozol, igen. Hello, Gábor, jó reggel! Sziasztok! Hello! Honnan hívsz minket, Gábor? Budapestről léptem úton munkahely felé. Na, merre vagy? Gyorsan valamit. Hát így a Könyves Kálmánon egy BMW kút mellett álltam meg, és itt fogok játszani, mert azért mégiscsak biztonságosabb, mint vezetés közben. De még kicsit olyan nyúzott vagy hozzá volt a hétvége, vagy pont rövid, vagy hát, mi a baj? Picit fárasztó volt, meg még azért korán van, meg így a hétvége után a koránkelést egy picit nehéz megszokni. De gondolom, ezt nektek nem kell bemutatni. Nyitott kapukat döngetsz. Abszolút. Jól van, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Beru néni, figyelj! Jó. Az. Így van, eszembe megfejtem. Óven bácsi megkérte Beru nénit, hogy legyen már rá is tekintettel. Most Beru néninek jó? Igen, szabaduljon meg a felesleges. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Hajjajjajjajjaj. Húha. Ez a húha. Mutatjuk még egyszer, jó? Akkor jó. Még nem vesztes semmit, figyelj. Ja, a múlt héten, meg az ezelőtt hetekben azzal vádoltuk Kóven bácsit, hogy állandóan ilyen izéket, ilyen retro dologat hoz. Ez most egy új? Hát, nincs meg? Hát, nincs. Jó, akkor a sapkát... Szerintem. Igen, a sapkát kivettük, jó? Jó. Figyelj, így szól a hosszabb rész.
na 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 ez a Maroon 5 dala volt egyébként. Igen, igen. És ez azt jelenti, hogy meg is van. Neked az ajándékcsomag, a sapkát vesszük ki egyedül, jó? Az nem lesz. Jó, jó, rendben, köszönöm szépen. A többi az viszont benne lesz, és küldjük neked két héten belül. Jó, jó, köszi szépen, sziasztok. Köszi Gábor, ciao, hello, hello. Nem aggódta túl, hogy nincs sapkája. Nem, pedig hát, tél esik a hó, Gábor. Nem stresszel sokat, de nem baj, a lényeg, hogy megvan. Viszont Berulinek abból a fáj valószínűleg ilyen négy tigrises lett, mert többször is elakadt a buxusban. Igen, igen, igen. Leégett az aksi kicsit, vagy a motor. 3 perc múlva, 8 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra, 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Megjöttünk mi is, megjött a havazás is, itt a tél. Téli gumikat feltenni. És ugyanezt kívánjuk az autókra is. Ugye? Muszáj, de tényleg, aki még nem tette föl, tegye föl, mert nagy baj lesz. Az biznisz lehet, téli óvszer, hogy vastagabb, melegebb. Mindjárt lágyabb keverékű, vagy jobban bírja a hideget? Az milyen? Nem tudom, mert most belül moher. Valás mondta. Egy finom moher és van. És az autókra is. Moher van benne. Trafipax az M7-esen a 145-ös kilométer körül, a Nagykanizsa felé, üzente nekünk Zoli. Budapesten állnak a trollik, mint a cövek ismeretlen okból. Valószínűleg valami áramszünet lehet. Elfagyott az áram. Elfagyott az áram, igen. Fontos autópályi info az M1-esen Hegyesharon felé, a 32-33-as kilométer között egy csövesnek kinéző ember szemetet gyűjt, nagyon baleset veszélyes. Ezt Szenya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint egy friss 10-es úton nincs nagyobb dugó, csak az átlagos, vagyis a szokásos, ezt Kata küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint Vámos György és Adács között baleset teljes útzárban, úgyhogy ott is terelésre lehet számítani. Na, egy-két szó még, ugye arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy milyen szavakat vezettünk mi be a köztudatba, illetve nem is pontosabban mi, hanem mi szivárgott be a köztudatba, akár a közéletből, akár a politikából, a selfie után, ami ugye Angliában a legnépszerűbb szó 2013-ban, Magyarországon is jött egy csomó olyan jövevény szó, amit jött, megérkezett, itt maradt, és most már használjuk. Vagy itt volt 15 éve, és azóta nem használjuk, vagy teljesen új. Ugye mi beszéltünk a trafikról, ami egy teljesen új értelem, de visszakerült a köztudatba, és aha, most újra használod. Egy-két évvel ezelőtt már szinte senki nem használta. És sok jött még. Ugye a lavina, az is 2013-as új szava lehetne, Orsi írta nekünk, teljesen más összefüggésben, mint ugye a lavina hadművelet. A medvedisznó ember, a mém és a troll, ezt is írja valaki nekünk, köszönjük szépen. Valamint a narancs riasztás. Idén tényleg mindenre riasztást adtak, írja Csabi. Hát az annyira nem szivárgott be a köztudatba, nem? A smittelés, az igen, az teljesen egyértelmű, tehát az abszolút, ez kihagyhatatlan, hogy megsmittelni valamit, nem? Hát az akkor abból mémek készültek, használtuk, mindenki használta, tehát abszolút beszivárgott ez is. És ugye hát a vakkomondort mondtuk még, ami szintén megérkezett hozzánk. A komondorozás. Így van. Valamint hát a Prügyi Duó, de azt csak én kérdezem, ja, mindig, hogy mi a helyzet a Prügyi Duóval. Ha már egyébként így valaki megkérdezte, már mondta, hogy a Prügyi Duó és a 2013-as év szava, vajon mit csinál most ebben a pillanatban, 8 óra után 14 perccel a Prügyi Duó? Örülnek, nagyon boldogok, mert szombaton volt az egyiküknek a szalagavatója. Júj, és elkísérte a másikuk is? De ez nagyon nagy meglepetés volt, senki nem számított rá nyilván. Figyelj, elmondom, sziasztok, már elég régen írtunk, ezért ne haragudjatok, de sok változás nem történt velünk. Tegnap nagy örömömre, zárójelben Ricsi, tehát ez Ricsi írta, meg volt a szalagavatom, amire már az iskola kezdéstől várok. Amikor kimentem a színpadra és meghallottam a szép lassú zenét, azonnal könnyekbe szaladt a szemem. A mi osztályunk... Várj, könnyekbe szaladt. Igen, értelek. Jó, de csak meg. Igen, jó értelek, formulat, én sem értettem. A mi osztályunk produkciója volt az utolsó, és nagyon jó volt minden. Elhívtam Krisztiánt meglepetésként, igen, és nagyon meglepődtek a szülők, és a vendégek, és a résztvevők, amikor bejelentette a szervezőt. Jó, kicsit hosszabb, mint amit én gondoltam. Mi sem prídó, de jó, tehát szalagavaton vannak éppen. Kell nekik a segítségünk. Én futtattam őket, tudod, tehát én bármikor kimondom a prügyi duót, nekem ott van a Nória szolomban. Szombaton volt a szalagavatója Ricsinek, de jó, vendég volt Krisztián, és mindenki nagyon örült, és könnyekbe szaladtak a szemek. És ők hosszú heteken keresztül továbbítottak egy műsorra.
Őrület. Jó volt, aranyosak voltak. Egy zenét se tudok mondani most tőlük, de ha valakinek van, majd átküldi. Meghallgatjuk. Most már sokadik SMS, hogy Balázs, a tegnapi adásban nem voltál bekapcsolva az autóban. Hűha. Tréleren volt a kocsi. Gyerekek, jelentsetek föl. Komolyan, ez úgyis tényleg már reggel is elmondtam, ez a feljelentgetések országa, mindenki mindenkit előszeretete jelent fel. Múltunk van ebben a feljelentésben, akkor ne hagyjuk kiveszni ezt a nagyon nemes, nagyon szép hagyományt, ugye, amit őseinktől örököltünk. Ha ez egy ilyen ország, gyerekek, jelentsetek. Annak, akinek ez örömet szerez, az lepje meg magát karácsonyra. Ezzel így van. Egy jó kis feljelentés. Egy 10.000 forintos, 3 pontos büntetőt írok a javára nyugodtan. Egyébként elfejtettem magam bekapcsolni, sőt, mi több kíváncsiságból tettem, hogy valóban feljelentik-e az embert. Jani szólt, hogy kapcsoljam be magam. Te mondtad. Én szóltam. Benne vannak a kamerák a kocsiba, kapcsolod be magad, és csak azért is mondtam, hogy most kíváncsi vagyok, ez még mindig egy olyan ország, ahol meglátnak egy tévéműsort, valaki leül a gép, és Sebastian Balázs a Bundesőben nem volt bekötve, tisztelt rendőrség. Bundesőben, azt nem tudja leírni, tévébe. A tévében látok, kérem, hogy rendőrséget járjon, utána vizsgálja ki az ügyet, az én életem szar legyen az övé is. Igen, az éned el van cseszve, a feleségem kövér, a gyerekem ronda, ezért akkor följelentem. Nem? De miért nem a pozitív dolgokra koncentrálnak? Miért nem arra, hogy én be voltam kötve, meg hogy nem fostam le a bőrt? Tudod, hogy izgultam, hogy... De mégis csak érted. A vajbőrre. Na, a vajbőr például a számomra, az egy új kifejezés. De miért? Puha, mint a azért, vaj. Mert 2013 vagy előtt... Vagy a színe? Nem, az a színe. Nem, nem. Igen? Ez a színe. Igen, de hogy én ezt a kifejezést nem ismertem, hogy vajbőr. Nem ismerted ezt, hogy nem. Vajbőr? Nem. Jó, hát az a kultúrköl, ahol mi mozgunk. Ja, jó, hát elhértem. Hát neked a kocsiban ilyen fagolyók vannak, nem mivel a hátadat masszírozom. Nagyon jó is. Persze. Van még teniszlabda a váltótokon? Vagy ilyen műgyantába öntöttél műviaszba lovas kocsi? Van még ilyen? Az nincsen, viszont tényleg tökre örültünk neki, hogy felújították a játszóteret, mert megvettünk két használt padot, félbevágtuk őket, és elől-hátul vannak ülések az autón. Igen. Hátra a vonóhorogra tesztek még teniszlabdát? Nem? Nem csináltok én, mert nincs vonóhorog. Ja, nincs ilyen. Csak ezért, de lenne rajta. Nyugtass meg, hogy lenne rajta teniszlabda. Minden esetőségre készen, a teniszlabdákat már beszereztük. Na, van valami, ami felett nem bírok napirendre térni, és akarok róla beszélni. Mert amíg hagyjuk, hogy ilyen elmeháborodottak rohangáljanak közöttünk, nem tudom, mi lesz. Nem tudom, hallottátok-e azt az esetet? Jani, te nyilván igen, mert foglalkoztunk is vele egyébként, hogy egy budapesti szórakozóhelyet felnyomott egy férfi az Egyenlő Bánásmód hatóságnál, és itt jön az indok, amit nem tudok hova tenni, mert szerinte diszkriminatív az a módszer, hogy a csajoknak nem kell belépőt fizetniük, míg a pasiknak 1000 forintot kell fizetni, és 1000 forintért léphetnek be a szórakozó helyre. Aha. És a most megszületett döntés alapján a nők nem fizethetnek kevesebbet, mint a férfiak. Az ombudsman szerint nem volt diszkriminatív a dolog, mármint a doboz szórakozója gyakorlata, mely szerint a nők ugye ingyen mehettek be, viszont az Egyenlő Bánásmód hatóság, akihez utána ugye fordult, Tecár Szilárd, aktivista. Aha. Az Egyenlő Bánásmód hatóságnál viszont ez már kiverte a biztosítékot, és mostantól kezdve az összes nőnek valószínű fizetni kell majd a szórakozó helyekre való bejutásért, mert ugye ha ez egy szórakozó helynek kell, a doboznak, ugye 30 napon belül, akkor valószínűleg előbb-utóbb az összesnek be kell ezt vezetni. Hogy, tehát kérdezem én, megnéztem ezt a Tecár Szilárdot, egyébként a képe alapján mindent értek, tehát nem is kellett nagyon tovább gyógyulíteni. A lelki mozgatórugó az már megvan. A fotó alapján azt gondolom, ő akart ingyen bejutni, és erre bazírozott. Tehát, hogy csinálhat valaki ilyet? Na most mondd meg, tehát mi lesz, mi benne neked a jó? Te pasiként bemész egy szórakozóhelyre. Felnyomod a szórakozóját, hogy ide a nők ingyen jönnek be. Ugye nézzük az elejét. Mi van akkor, ha a nők ingyen jönnek be? Sok csaj van. Így van. Szeretik a szórakozó helyet. Így van. Nem kell sorba állniuk. Így nem van. Fagyoskodnak kint. És rengetegen vannak bent. Jobbnál jobb csajok a szórakozó helyen. És nem? Ha nem fizetnek a belépőért, akkor bele tudnak majd szállni az én cechembe. De tehát meg tudod hivatni magad egy ikrát. Nagyon érted. Jó. Jött Tecár Szilárd. Aki most nem hallgat inkább, hiszen Balázs feljelentését gépeli. Igen, ő már biztos, hogy felnyom a tegnap este miatt teljes elmeháborodással. És azt mondta, hogy ez diszkriminatív. Aha. Mert ha a pasik fizetnek, igazán fizessenek a nők is. Nehogy már a nők ingyen menjenek be.
Azért érdekes ez a dolog, mert ez az egyenlő bánásmód, ez ugye pont a fordítottja miatt kezdett el működni, hogy a nőket is ugyanolyan jogokhoz juttassa, mint a férfiakat. Ugye nagyon sokáig, nem csak Magyarország, hanem az egész világ ilyen kicsit férfi soviniszta volt, mindenhol ők voltak előnyben, azért jöttek létre ezek a bizottságok, és azért jöttek létre az ilyen önkéntesek, mint a Tecár úr, hogy a nőket ugyanerre a rangra emelje. Most mi történt? A Pali fogta magát, és kitalálta, hogy akkor most a férfiak vannak elnyomva. Igen, mert ugye? Ő azt mondta, hogy sérti Magyarország alaptörvénye cikkének 2. és 3. pontján, mivel személyeket pusztán nemük miatt anyagi előny vagy hátrány nem érhet. Aha. De hogy ettől neki miért lesz jó? Tehát most lemegy egy szórakozó helyre, egyébként se csajozik szerintem. Hm. De hogy most kevesebb csaj lesz, mert ők nem mehetnek benne. Tehát mit érsz el ezzel? Hát alapjában azt, egy csomó emberrel kiszúsz, mert a csajoknak is fizetni kell. Kevesebb nő lesz a szórakozó helyen, és te nem tudsz csajozni, mert ő is pasi, és egyébként valószínűleg lejárt csajozni, nem hiszem, de talán lement meginni, nem tudom, egy fantát. Mit ér el ezzel? Nem azt, értem. Hogy ugyanazt kapja meg majd ő is, mint amit a csajok. És én megmondom őszintén, egy kicsit egyetértek vele. Tehát én is hiányolom sokszor, hogy nem visznek el lassúzni, hogy hát nem csempésznek dzsinát a piámba. Érted? Tehát, hogy gyakorlatilag ő azt várja, hogy gyakorlatilag minden egyes szolgáltatás, minden egyes plusz figyelmességet ő is megkapja. Aha. Nem lehet, hogy ő neki. Azt szerette volna, hogy a férfiak se fizessenek? Tehát ez volt a terv. Érted? Mert eddig az volt, hogy ugye? Férfiak fizettek, nők nem fizettek. Vagy azért, mindenki, vagy senki. Igen, azért terelte, vagy azért jelentette a Doboz nevű üzlethelyiséget, hogy a férfiak se fizessenek. Na most már megszívtam, mert akkor a nőknek is kell. Nem, ő azt mondta, hogy ha a nők be tudnak menni ingyen, aha, akkor a szórakozóhely által összegyűjtött nők közé, ha férfi bejut, akkor az a prostitúcióra való felhívás bújtatott formája. Te mennyit itt áll ehhez? De nem is tudom értelmezni. Tehát minden nő, aki nem fizet, az kurva? Igen, tehát azt, hogy jó, a férfinak fizetnie kell azért, hogy a szórakozója által összegyűltött nők közé bejusson. Tehát ugye te azért fizetsz, mert a szórakozóhely neked összegyűjtötte ingyen a nőket. A férfiak azért fizetnek, hogy a szórakozóhely által összegyűjtött nők közé bejusson, ez pedig prostitúcióra való felhívás bújtatott formája, érted? Na de hogyha... Hogy mire van ennek az embernek energiája? Na de hogyha a barátnőddel mész oda, és te fizeted ki helyette a belépődíjnak a belépődíjat, akkor ebben az esetben a... Ő egyet kitartott. A barátnőd le van kázva. A barátnőd egy kitartott ebben az esetben. Ha egy italra is meghívod, akkor pedig már büdös. Tehát az már nagyon súlyos. Vagy ő most csak a magányos nőket, akik nem fizetnek a belépőért, támadja. Aha. Tehát gyakorlatilag ez egy háború a szinglik ellen? De nem az van, hogy szilárd a pasikra gerjed? És több pasit akart a szórakozó. És egyszer utálja a nőket, és azt akarja, hogy ő bemehessen. Csak kérdezem, nem állítom, csak aha, kérdezem, hogy így viszont sokkal több pasi lesz bent. Miért gondoljuk azt, hogy Szilárd egyébként bármit akart a csajokkal? Nem lehet, hogy a csajokat akart egy kicsit partvonalra tenni? Nő. Tehát zavarta bent a sok nő? Megnézem, hogy mennyi a belépő a kapellába. Tehát miért gondoljuk azt egyébként, hogy ő egyértelműen a csajok ellen vagy mellett volt. Hát lehet, hogy ő pasikból akar többet, nem? Jó megközelítés. Tehát, ha visszatérve a kapellás vonalra, ha egy felvállalta meleg találkozó hely megcsinálja azt, hogy ott a férfiak jönnek be ingyenesen, akkor az is baj? Hogy micsoda, hogy? De jó kérdés. Ha megfordítjuk a dolgot, és igen, egy olyan hely, ami felvállaltan a másságot, egy meleg hely, így van, én is ezt mondtam, azt sem, hogy a férfiak jöhetnek be ingyen, és a nőknek fizetni kell, akkor azt is betereli? Na de ott hogy akkor, azt is, persze. Akkor igen, azt is kell. De hogy ott egyébként hogy szűrnék ki ugye a lányokat? A jó, az egy másik kérdés. Srácok, ma ki a lány? Maki, igen. És mindenki felteszi a kezét, hogy ne kell fizetni. Na most, ha nekem fizetnem kell, akkor már nem mindegy, hogy még kinek kell. Tehát nem értem, érted? Tehát, hogyha nekem már be kell fizetnem, akkor engem már nem bánt, hogy kinek nem kell. De pont akkor zavar, hogy te fizetsz, és ő miért nem fizet? De nem, hát ezt mondom, hogy ez az alap ilyen hülye magyar attitűd. Tehát, hogyha nekem már minden, most ha csak anyagi oldalról nézzük, nyilván nem, aha, ez vezérelte. Tehát, ha nekem már be kell fizetnem,
akkor nekem már nem mindegy, hogy a másik fizet, vagy nem fizet, a nő nem fizet. Tehát érte, attól de nekem ugyanúgy... fizessek. Tessék? Akkor én se fizessek. Na de ő nem így indokolta, hogy akkor a férfiak is menjenek ingyen, hanem hogy akkor a prostitúcióra való felbújtásnak hasonló. Tehát ha nekem mindenképpen be kell fizetnem 1000 forintot, akkor nekem már mindegy, hogy az a csaj, aki egyébként ott van, ő fizetett, vagy nem, mert nekem így is úgyis be kell fizetni. Akkor dögöljön meg ő is. Igen, pontosan. Igen? Tehát ezért nyomkodjuk fel egymást 10 000 forintért, meg csinálunk ilyeneket, mikor nem is ez vezérelte. Vagy jelentjük fel azon műsorvezetőket, aki nem volt bekötve a biztonsági öv? Ugyanaz a párhuzam. Lehet, hogy ma azt is írja. Két lehet. Egyszerre kettőt. Nehéz ugye ez egyébként, én már nem tudom. Én maradi ember vagyok ebből a szempontból, én szeretem a nőket előre engedni, én szeretem átadni a helyet, és szerintem ez is tökre belefér, hogy ők ott nem fizetnek. Hát ahol, nem? Ahol jó kedvű csajok vannak, ott szerintem egyébként egyetlen férfi nem jár rosszul. Tehát, hogy ott biztos, hogy jó lesz a hangulata mindenkinek. Tehát, hogyha azon múlik, hogy ne kelljen nekik fizetni, hogy ezért jó kedvük legyen, aztán bent, vagy jobb kedvük legyen, akkor ne fizessenek. Én azt mondom. Tehát a hely nem lehet, hogy csak egyszerű, tényleg ilyen udvariassági formulából azt mondta, hogy a lányoknak ingyen van? Nem, ez rengeteg helyen van így. Nem csak náluk. Na de azért, hogy ez nem csak náluk van, ez egy csomó helyen így van. Mi azok? Tényleg az azok, amit a levélíró, vagy a feljelentő, vagy bejelentő mondott, hogy ez kvázi, most ez nagy szavak, de prostitúció abból a szempontból, hogy ott van egy csomó nő ingyen neked, aki befizetted az 1000-es belépőt. Nem, most hát nyilván ezt a szórakozóhelyek azért csinálják, mert a nők be tudnak menni ingyen, a pasi a fizetőképes sokszor, és ahol tudják, hogy sok csaj van, mondom, mondjuk utána több pasi megy, de ez szerintem egyébként semmi tehát, baj nincsen. Ebben a formában ez már nem is diszkrimináció, aminek a férfik az elszenvedői, hanem pont ellenkezőleg, hogyha belegondoltak. Mert a férfiaknak az a jó, ha minél több csaj van bent a szórakozóhelyen. Magyarul a hely nem a csajokra gondol, hanem a pasikra. Tehát tiltakozzanak azok a csajok, akik nem fizetnek semmit, és benn vannak. De, mert de, mindenki csak a férfiakra gondol. Nem, ez nagyon jó, ezt most elvicceled, de ez tök jó védekezés lenne, hogy? A hely nevében. Mert a diszkriminációról akkor beszélünk, ha neked valami miatt fáj a dolog. Igen. Tehát ha vagyunk ketten, és azt mondjuk, hogy csak a szemüvegesek mehetnek be, én bemegyek, te nem vagy szemüveges, nem jössz be. De itt azoknak, a pasiknak, akiknek fizetni kellett, jó lett. Sok vidám, szingli csaj. Hát ezt mondom, ez nem egy... Hát se... akkor megtámadhatatlan a dolog. Ez egy olyan gyönyörű érv, János, hogy ötös. De most mi megtámadhatatlan? Mert most már mintha egyik ötöket se értem. De most mi, hogy igaza van a Szilárdnak? Nem, nincs. Hogy nincs. Hát, na hát ezt mondom én is. Nincs. Annyi olyan ügy van, ahol te tényleg föl tudnád emelni a hangod azért, hogy legyen jobb vagy rosszabb valamelyik nemnek. Nem? De ez, hogy most tulajdonképpen én a nők mellett vagyok, de mégis akkor fizessenek a nők is, mert akkor én férfi vagyok, és akkor most nekem ez annyira nyomorult és annyira béna, hogy ez egész egyszerűen nem tudom hova tenni. Ez kattan. Tehát például miért nem vizsgálja meg azok munkákat, ahol ugyanabban a beosztásban ugyanazt a munkát végzi nő vagy férfi. Ez Európai Unió szinten kimutatható az a tény, teljesen egyértelmű, Magyarországon is, hogy ugyanabban a beosztásban, ugyanazért a munkáért sokszor a férfiak sokkal több pénzt kapnak. Akkor Szilárd miért nem ebbe teszi az energiát, és ír az egyenlő bánásmódhatóságnak, vagy az ombudsmannak, és vizsgáltatja ki azt, hogy mondjuk két középvezető vagy felső vezetőnél a férfiak az esetek 90%-ában miért kapnak az ugyanolyan elvégzett munkáért több pénzt, mint a nők? Mert ez így van egyébként Magyarországon is, akkor azt mondom, hogy ennek célja és értelme van. De ez most, hogy így próbáljak feltűnősködni, és akkor fizessenek a csajok is 1000 forintot, azért nem, mert az ő... És a paliknak ez nem fáj, hogy a nők ingyen mennek be, ráadásul a nőknek se fáj. Tehát ez jelen esetben senkinek nem egy rossz dolog. Érted? Még megnéztem a képet, mondom, szerintem ő életében 2-szer szórakozó még nem volt, tehát megértem, hogy nem érti ennek a működését, de hogy ebbe teszi az energiát, holott egyébként tehetné abban, amit mondtam. Igen, a munkahelyi diszkrimináció azért nem érdekli, mert az ő érdeklődési köre még más irányú. Magyarul dolgozni még nem akar bulizni, viszont igen. Nem hiszem, hogy akar bulizni. Láttad? Te mennél bulizni? Én a vidám szingli csajokra szavazok. És azt is, mert ugye ezt a prostitúciós érvet, ezt elmondtam, hogy azt is mondta, egyébként úgy is érvelt, hogy akkor a pasik se fizessenek? Nem. Vagy nem. Akkor ő azt mondta, hogy akkor fizessenek a nők is, igen. Mert akkor az nem prostitúció. Igen, hogy mindenki fizessen. Nők, férfiak. Juli, gyere, te jársz szórakozni? Vagy jársz szórakozó helyre? Vagy de szoktatok így belemenni a péntek estébe?
Hát már nem, de régen azért én jártam sokat. Jó! Hát, én gyerekes családanya, igen. Nem ingyen lehet. Mehettél be? Hát olyan helyekre én nem nagyon jártam, ahol a fiúnak, ahol a fiúnak fizetnie kellett, nekem pedig nem. De aha, azért voltam persze pár ilyen helyen, és így az jutott az eszembe, hogy akkor miért nem jelenti fel azokat a nőket, akit előre kell engedni az ajtóban, meg aki születésnapjára bombont kap, meg virágot. Jogos. Ez egy udvariassági gesztus, semmi aha, több, ennyi. Ezzel kedveskedünk a nőknek. Jó lehet, persze, mellette bevonzom, és bevonzok vele együtt egy rakás pasit is, de... Aki megfizet. Nem, szóval... Na jó, de állítólag még az is van egyébként, hogy le lehetett fogyasztani a belépő árát. Azt képzeld el. Van egy csomó olyan hely, hogy a hapsi fizet, de azt le lehet inni. De érted, tényleg, tök jó, meg női szemmel mondd el, de hogy embereknek erre van energiájuk ebben az országban, hogy most kiszúrjanak, mert nem azt fogja mondani a szórakozó hely, és azért nem tudom elfogadni azt az indokot, akkor legyen mindenkinek ingyenes, mert ez az indok nincs, a szórakozó hely abból él, hogy te bemész, és fizetsz, nem? Tehát ezt nem fogják mondani. Mit fog mondani? Hogy menjen minden nőbe szintén 1000 forintért. Mit csinált? Kiszúrt most x 100 000 nővel az egyenjogúságra fogva, csak azért, mert egyébként nincs elég ideje, hogy otthon maszturbáljon. Érted? Tehát... Balázs egyre jobban rápörög. De nem, fel tudom, érted? Hogy lehetne azt az országot számos ponton előrébb vinni, és olyanokat beadni, melynek célja is értelme, és azt mondja, hogy ugyanannyi fizetést kapjon egy nő, mint egy férfi ugyanabban a pozícióban. Van ez csak egy példa, van ebből még száz. De hogy most minden nő fizessen 1000 forintot, mert neki most, érted? Ezt nem tudom. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy... Jelentse már fel a parlamentet, hát ott is alul reprezentáltak a nők, nem? Ja, hát tényleg egyébként. Szóval akkor azt tényleg nem verje mellé. De egyébként meg teszem hozzá, tehát, hogy én ismerek olyan nőket, nagyon-nagyon keveset, akiket ez zavar. Ki lehet írni egy papírra azt, hogy hölgyem, amennyiben ön úgy érzi, hogy mi itt prostitúcióra kényszerítjük önt azzal, hogy ingyen engedjük be, akkor fizessen a kasszánkba 1000 forintot. Van olyan nő, aki egyébként azt mondja, hogy én bemehetnék 1000 forintért, de ez a szórakozó, hogy beenged ingyen, akkor én nem vagyok prostituált. Ez a nagyon emancipált, nagyon, tehát akik ezek a szüfrazsétek, akik verik a ízét az asztalt, hogy már pedig ő egyenjogú. Igen, hát vannak, akiknek ez egyébként kattanásuk, hogy ő ugyanannyit ér, mint egy férfi, akkor ő nem kér, hogy is mondjam, előnyöket, hátrányokat. De milyen labilis önértékelés kell legyen, ott állsz egy szórakozó helyen nőként, és azt mondod, nőnek ingyenes? Igen? Rohadjatok meg! Miért nem fizethetek én is? Érted? Hát nem azt mondja, hogy de jó arcok, igen, mégiscsak nő vagyok, érzem, hogy nő vagyok, bemeltek ingyen, attól én még nem vagyok prostituált. Nekem ez szimpatikus, tehát én, de persze ezt az üzlet, én mindig úgy éreztem, amikor engem így beengedtek egy helyre, hogy kivételezett helyzetben vagyok. Oké, de érzed azt te nőként, tényleg kíváncsi vagyok arra, hogyha te ingyen mehetsz be, akkor rád ott úgy tekintenek, mint a prostituált, aki egyébként oda vonza a többi pasit, és majd ő áldozata lesz a szórakozó helynek? Nem, én nem leszek áldozat sehol. Hát ez az. Ingyen megyek be. Én nem megyek be sehol. Hát nem megyek be sehol, veszek dupla belépőjegyet. Nem, teszem hozzá egyébként, hogy azt meg pontosan tudja az ember, a nő, hogy egy olyan helyre, ahova a pasiknak fizetnie kell, oda egészen más pénztárcájú férfiak fognak bemenni. Tehát, hogyha én válogatni akarok, és azért megyek be, mert prostituált vagyok, aha, akkor én olyan helyre fogok menni, ha azt akarom, hogy olyan pasi szedjen föl, aki hajlandó volt kifizetni az 1000 forintot, vagy a 2000 forintot a belépőért, akkor pontosan tudom, hogy ott milyen pénztárcájú emberek mozognak. Hogyha uh-huh, nekem az a célom, hogy olyan pasit szedjek föl, akkor oda megyek. Ha meg csak szimplán szórakozni akarok, akkor elmegyek egy másik helyre. Tehát, hogy azért... annyi pénzt fog keresni ebben a nőben, ebben az országban egy nő, mint egy férfi, és ugyanazok a lehetőségek adottak, mint egy férfinak, akkor azt mondom, hogy gyerekek. Akkor foglalkozunk ezzel. Én is azt mondom, hogy ne legyen anyák napja, akkor ne legyen nőnapja, akkor ne legyen semmi, de addig meg nincs miről beszélni. Tehát Szilárdnak köszönjük a nagy kambulikat akkor, nem? Fantasztikus. Előre is. Bemész majd is szórakozz el, és nem lesz más, csak 60-80 darab férfi néhány szállingozó prédával. De szerintem nem biztos, hogy elmennék szórakozni 1000 forintért. Na jó, hát az már egy másik kérdés nyilván, hogy most az már egyéni döntés, meg az már nem ide kapcsolódik, hogy 800 vagy 1000 vagy 1200 egy belépő. Igen, na mindegy. Neki jó. Nagyon nagy gond van. Igen. Majd nagyon kis gond. Nem, az a megdöbbent, hogy embereknek mikre van energiájuk. Hármasugrásunk van plusz ajándékokért, majd mondjuk, hogy mi, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Egészen nyugodtan, mármint a hármasugrásra, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49, múlt 3 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye arról beszélgettünk, hogy most már a lányoknak sem lesz ingyenes, úgy néz ki, a szórakozó helyekre bejutás, mert hogy az egyenlő bánásmód hatóság határozatában egy Tecár Szilárd nevezetű HAHA aktivista hát kezdeményezte, hogy van az,
hogy a lányok ingyen mennek be, és ezáltal prostituálódnak. Köszönjük, Szilárd! Igen, erről beszélgettünk, hogy miért nem valami mással foglalkozni, mint kicsit fontos. A Balázs, van idő maszturbálni, már nem csak az öv miatt, szorjúz, üdv Szilárd. Megoldás, ír egy hallgató, a bejáratnál nem csak kidobóknak kell állni, hanem egy olyan alkalmazottnak pár százezer forinttal, aki gálásan kifizeti a lányok belépőjét, még többen jönnének, ebbe kössön bele a kis feljelentő srác. Ez jó, tehát a szórakozó egy kiáll, és azt mondja, hogy én téged meghívlak, aha, nyilván az egyik zsebéből teszi a másikba, de ez egy jó ötlet. Mi van az olcsóbb gyerek belépővel az állatkertbe? Egyébként igen. Hm. Vagy az ingyenes utazással. Vagy az ingyenes utazással. Ott a nyugdíjasokat például, akkor most be lehetne berelni, vagy lehet azt is jelenteni? Vagy ha én elmegyek a feleségemmel szórakozni, és én befizetem egyébként a Vikit, akkor én nyíltan prostitualizálom őt? Igen. És bedobom a közösbe? Igen. És azt mondom, hogy akkor te most már prosti vagy, mert én befizettelek? Érted? Csak a jó viszony kedvéért én most erre nem válaszolnék, Olás, de szerintem jó helyen kapcsolatászt. Tehát azt mondja, hogy a szórakozó helyen által összegyűltött nők közé bejuthasson, ezzel pedig a prostitúcióra való felhívás bújtatott formája. Tehát az összes nő, aki ingyen bement, az prosti, a Szilárd szerint? Érted? Bizony. A szórakozó nők prostik, mondja, tetsz a Szilárd? Így van. Tehát ha befizeted, az semmit nem változtat. Igen. Igaza van a feljelentőnek, fizessenek például az őzek is, ha bemennek az erdőben, ne csak én, ha vadászni akarok. Ugye? Igaza van, Szilárdnak, menjenek a férfiak is szülni. Ezek után strici vagyok, ha befizetem a csajom? Kérdezi Roli, jogos, ezt kérdeztem én is, igen. Nézzétek meg a panaszos fotóját. Nője se volt még. A panaszos. Új szó! Elrontotta, elszúrta, elszilárdolta. Jó. Használhatjuk egyébként. Igen. Az idősek és a diákok kevesebbet fizetek az állatkertben, szintén diszkrimináció. Egy diák így a MÁV-nál, kérdezi Márk. Igen. Nem értitek ti ezt a srác, azért tett feljelentést, hogy ő fizethesse a csajának a belépőt. Igen, tehát tényleg nem értem, dupla kiszúrás, ha nincs csajod, nem tudsz csajozni, mert kevesebb nő lesz, ha van csajod, neked kell befizetni, tehát nincs jó oldala ennek. Igen. Azért azt az ezrest a csajok is kibírják, vagy ne fizessenek a pasik se. Jött egy hallgató, na hát úgy látszik, hogy Szilárd is hallgat minket. Oké, hát ezek az SMS-ek jöttek. Na jól van, köszönjük. Mikortól kell most fizetni? Ja, egy hónapot adtak a szórakozó helynek, ugye? Mindegy is. Jól van. Viszont az egyik kedves hallgatónk Jani Győrből írja, hogy a Mönchengladbachi sípályán minden hétfőn nőnap van, úgyhogy a Feri, én azt gondolom, hogy neked kell bemened majd, amikor megyünk együtt. Rúzsal. Igen, rózsaszín síléccel, meg póthajjal, mert az enyémre nem lehet felfogadni, jó? Igen, te leszel a csaj. Itt van már is a hármas ugrás játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, jó reggelt! Hello Nóri, de jó hangod van, Nóri. Köszönöm. Mennyi idős vagy? 23 éves. Nagyon cuki hangod van. Köszönöm. Hát mit csinálsz, Nóri? Most jelenleg még itthon vagyok, majd nem sokára megyek suliba. Mondd azt, légy szíves, hogy főnök, behozzam a kávéját? Főnök, behozzam a kávéját? Fú. A mindenit. Ugye? A mindenit. Mit tanulsz? Növényorvosnak tanulok. Növényorvos? Igen. A betegek, a növények, akkor ő meggyógyítja, de csak mondanám, hogy ezért az elmúlt 2 percé bennünket Szilárd följelenthet. Az biztos. Mert hogy egy hangon, egy nő hangján, hát. Ja, hogy miért nincs itt egy férfi játékos is? Igen. Hogy miért nem játszik egyszer egy nő és egy férfi? Mi ez a növényorvos? Ez micsoda? Igazából én majd ugye hát növényeket fogok gyógyítani, mint ezt a Feriel is mondta. Én ezzel fogok foglalkozni minden területen. Tűszent egyet az orchideád, akkor ő meg. Ja, megtörni az orrát. Hát bármilyen betegség van, nekem azt meg kell mondanom, és erre a szert is meg kell igazából mondanom, hogy ezt mivel lehet kezelni. És akkor van rendelési idő, sorszámok alapján hívjátok a növényeket, vagy ezt nem. Hogy kell elképzelni? Hatoska, legyen szíves, igen. Ez érdekes. Ezt sokan nem csinálják már, nem? Hogy növényorvosnak tanulnak. De fura. Igazából ez most lett felkapott szakma, tehát ennek majd most lesz úgy. Igen, az a baj, hogy közben annyi beteg ember rohangál, hogy inkább őket kéne gyógyítani. Tehát a növényeket is csak mi betegítjük meg. Hát jól lennének azok nélkülünk, ugye? Hát igen. De aranyos lehet persze, amikor behozzák azt az oroszlán száját, és akkor mondani, hogy mi a baj a kis tátikának. Kicsit piros a torka. És mennyi van még a suliból, Nóri?
Hát még most kezdtem, úgyhogy még 2,5 év van. És most decemberben vizsgázom muskátliból? Vagy ilyenkor mi van? Nem. Vagy most a kaktuszok bronhitisze jön? Vagy nem, most ilyenkor most a mikulásvirág, hiszem. Mikor? Nem, még most csak az alapozó tárgyak mennek. Alapozott lányok. Jól van, Nóri. Na, figyelj, plusz ajándékcsomagunk van, úgyhogy jó lenne, ha ügyes lennél. Hogy adjuk ezt? Már az elején adjuk annak, aki játékba kerül, vagy csak a végén adjuk, ha elviszi a harmadikat, vagy hogy van ez? Egyből az elején adunk? Adjuk oda, szívem szerint, nem? Persze. Legyen az, hogy az ajándékot odaadjuk az elején, a plusz ajándékot és az ajándékcsomagot meg a hagyományos módon. Jó. Jó? Tehát akkor már most van egy nagy ajándékcsomagod. Ez egy nagy doboz vagy karton tea, ugye? Ice tea. Jeges tea. Nagyon fontos, hogy jeges teáról van szó, és hát ennek megfelelően a 7-5 napján mindig lesz a hármas ugrásban egy olyan kérdés, ami konkrétan a teákkal foglalkozik. Egészen konkrétan van egy bizonyos típusú tea, amivel foglalkozik, úgyhogy, de majd figyelitek amúgy a játék után a támogatói spotot, akkor egészen konkrétan kiderül, hogy melyik fajtáról van szó. Szerintem érdemes fölmenni a honlapjukra, aztán onnan egy-két információt kimazsolázgatni. Ja, mert onnan szereted a kérdéseket. Szereted a jeges teát, vagy bírod? Igen, szeretem. Na, akkor ez már megvan. Jó, egy kartony. Figyelj. Jó, köszönöm. Így szól az első kérdés. Ne kapkodj. Ja, szinte ránéztem, de hát évek óta én teszem fel a kérdést. Azt mondja, hogy melyik kontinensen őshonos a tea cserje? Hú. Kontinens, ne kapkodj. A világ legnagyobb tea fogyasztója is ott van. De annyira egyébként nem is. Ázsia? Évan. A teacserje maga az Kínából származik, és aztán onnan szépen átvitték egyéb helyekre, például Indiába, Dél-Amerikába, stb., de Kína, Ázsia. Oké. Okay. Így szól a második kérdés, dedikált egérrel átétért vagy szatyorért. Melyik testrészben található a szárkapos csont? Itt vagy? Igen. De növény anatómiában nincs ilyen? Abban éppen ilyen nincs. Uh-huh. Igen, nekik gyökerük van, nem? A lábban. De szépen segített aját. Te lábszár is. Lábszár. Jó, elfogadható egyébként, nem volt hezelme. Oké, dedikált sapka. Ez a harmadik. Mi legyen, menjünk, vagy megállsz inkább? Mennyire nehéz. Hát én azt mondanám, állj meg, mert ha nyersz, a szilárd feljelent. Tehát az a baj, hogy többszörösen bajban leszünk a megszólás után, mert most megnyered, akkor mi megint fel leszünk jelentve. Már többszörösen. Inkább állj meg. Nehogy aztán a Szilárd a kezés váljon, így egy nő nyert nálunk adásban. Mennyire nehéz filmes kérdés egyébként? Filmes, és a mai filmekkel kapcsolatos? Uh-huh. Hát, jó, hát most igen, de nyilván nem megy. Hát akkor szerintem menjünk, megpróbálunk. Sapkáért így szól a harmadik kérdés. Ki alakítja a Harry Potter filmekben Voldemort nagyurat? Hú. Kicsit bátor volt ez a beindulás, tehát még megálltam volna. Voldemort. Láttad a Harry Pottert? Igen, láttam. Na, nehéz megmondani, hogy ki az eredeti színész, mert eléggé elváltoztatják, tehát hogy csak nyomokban. Nem csak meghúzatták arcon murván. Igen, murván. Kicsit benni kilaudás adott szegény. A színész? Így van! Te jó vagy! Ugyanolyan jól beszélsz angolul, mint én. Honnan jött a segítség? Mert ez egyszer csak nem ugrik be internet, hogy valaki megsukta? Ez nem, igen, ez tesz internet. De milyen halk a klaviatúrát, hogy nem hallottuk, hogy pötyöksz? Hát, igen. Ravasz. Oké, Nóri, megvan az ajándékcsomag, és megvan a dupla ajándékcsomag, mert egy karton jeges teát is adunk neked sok szeretettel. Szuper, köszönöm. Hallgass meg mindjárt, hogy mi is ez pontosan, mi pedig küldjük dedikálva az ajándékcsomagot. Jaj, de jó, köszönöm, nagyon szuper. Köszi, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. 4:10 lesz, 2 perc múlva, hóesés, ma reggel. Húrá, már itt is. Hát szállingózik, ugye? Valami. Valami van a levegőben, esik a hó, és hát mondták, és igazuk lett. Most nem tévedtek. Azt mondták, megjön évszakváltós idegfront, megérkezett 3-4 fok, jeges északi szél, hóes és hószálingózás. Hány centitől szokták megnyitni a sípályakat? Ja, megijedtem. Ja. Ma picit ilyen szexista vagy. Hogy jön ez ide, egy igaz, hogy már 4:10, bár 9:30-ig tart a főműsoridő. Hány centitől nyitják meg a Igen. Hát ez attól függ igazából, hogy milyen technikával dolgoznak, tudnak-e havat rávarázsolni, hóágyukkal.
de egy 20-30-40 centitől már nagyon... kell még esnie. Ugye eleve a síelők tolják le, tehát hogy kell egyfajta magasság, hogyha letolják, akkor alatta is maradjon, tudnak-e hóágyúzni. Hát még nem mondanám, hogy fel a lécekkel, srácok. Akkor még ne vakszoltassak. még ne vakszoltassak, nagyon még egy picit ráérsz. Mert a kékes már elég meggyőző, ahogy nézem a webkamerán. Mit tudsz nézni egy hóesésen? A szenzációs. Hát szép. Tetszik. Persze, én is megnézem egyszer, és szép, hogy egy webkamerán nézem, hogy most éppen a 26. hópiásig le arra négyzetméter, azt nem értem. Engem még mindig, bevallom nektek őszintén, engem még 43 és még mindig rabul ejt a technika. Tehát az, hogy itt ülünk az ülői 102-ben, és akkor fölmegyek az internetre, és meg tudom nézni, hogy a Kékestetőn az ország legmagasabb pontján jelenleg mi történik. Ez valahogy engem még mindig elvarázsol. Meg emlékszik az általános iskolai tanulmányaira, amiben ugye elhangzott, hogy minden hópehely más és más. Látni ugyan nem látja, de hiszi. De elképzel. Ilyen, de gyönyörű. Igen. Nézzük a közlekedési híreket. Na látod, hogy ő is vagy rá. Igen, látod, egy csak két mondat kell, és ő is ugyanúgy úgy elandalodik, ahogy mi. Na jó, nézzük. Én itt ráfűzni. Aha, nagyon szép. Na jó, nézzük a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy a 11. kerületben az Andor és a Fehérvári sarkán egy elhagyatott rendszámtábla, aminek csak a számát láttam, 389. Ha valaki ezt keresi esetleg, akkor összehozzuk a jót a jóval. Bár az, hogy látta, még nem azt jelenti, hogy felvette. Aha. Nem? Csak, hogy látta, de legalábbis ott van. M7-es 142-es kihajtójánál sünök pásztázzák műszerrel az arra járókat Letenye felé. Hátulról csinálják, mint a fodrászok. Érte nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Aztán szeretnék, ez nem az, csak azzal a színnával jelölve. M6-os 42-es kilométerénél Pécs felé nagy erőkkel fotóznak, és az M5-ös autópályán havazik rendesen. Ezt egy olyan hallgató küldte, aki nem írt alá. Köszönjük szépen. Mit jelent ez, hogy az FKF gyakorlatozik? Kivonultak, gyakorlatoznak. Hókotrókat látni az utcán, elindult a gyakorlatozás. Akkor mit csinálnak? Mert próbált őket a Lina is egyébként hívni, nyilatkozzanak már a gyakorlatozásról. De hogy ez alapján mit jelent? Hót képzelnek az útra, és szimulálva letolják? Vagy mit jelent egy ilyen FKF? Reagálnak a helyzetre. De mire? Megvannak a megfelelő vezényszavak. Balról hó! És akkor arra kanyarodnak. Jobb latom illanás, feküdj! Lapát leenged! De hogy van egy Béla, képzeld el a havat magad elé. Most itt vagyunk a körúton, toljuk a havat, lapát leenged és gyakorlat. Tehát mit jelent az, amikor... Jaj, de sok hó. Az is Vagy azért nehéz, mert ugye hó nélkül. Szóval ez itt tényleg... Igen, gáz. Mert ugye azt hallani, hogy edzenek a térre a közterület fenntartók, és hát gyakorlatozás van. De hát azért ez hó nélkül ugye viszonylag nehéz, mondjuk inkább gyakorlatozzanak, tehát ezzel nincs baj. Menjen ez flottul, ahogy szoktuk volt mondani. De hogy nem tudom elképzelni, hogy mi egy ilyen klasszikus, hogy ki megy 30 hókotró a pesti utakra, meg néhány vidéki nagyvárosba, és miről szól, tehát honnan, hova? Vagy mit? Útvonalat bejár. Ellenőrzi az útvonalat? De hogy tudja, hogy majd merre kell kotorni. Ugye először a főutakat tisztítjuk meg, végigmész a körúton. Behajtasz a nagyobb mellékutcákba, főútvonalakra. Mérik az időt, amíg kiállnak, kiszállnak a helyszínre. Na, Jolos Kirány, megvan! Bartók Béla, megvan! Andrássik, megvan! Üllői! Hol az Üllői? Mondjuk, mert tudsz kamuzni, nincs hol esik, az Üllői már megvolt. Nem? Ja, igen. Már be is jött. Gyerekek, az Üllői olyan tisztájni lehet róla. Tehát bármit mondasz. Nem, csak így hallom a híreket, és az ember agy elindul, hogy így mit jelent ez a gyakorlatozás. Na mindegy. Valaki kérdezi, hogy honnan tudják, hogy nincs két egyforma hópely? Valaki megnézte az összeset? Vagy ez hogy van ez, hogy nincs két egyforma hópely? Ezt én sem értem. Ez valaki mondja, hogy nincs két egyforma hópehely? Ezt mindenütt tanítják, hogy nincs két egyforma ugyanolyan hópehely, mert hogy kikristályosodik, akkor másképp kristályosodik. Na de tényleg jogos, hát egy csak van. Illetve kettő egyforma. Most veszed ki a saját kezedből a adóászt, amiért nézted ezt. Amiért is nézed ezt a nyomvat online közvetítést, igen. De tényleg jó a kérdés, hogy nincs két egyforma. Ezért ez egy bátor kijelentés. Nem emlékszem a logikával, a racionalitással. Hát igaz. Tényleg. Ugye? Meg milyen jó. Meg egyébként kiválasztja szét őket. Már a levegőben elkapják. És külön rárakják egy külön kis izére, egy külön kis lapocskára, aztán berakják a mikroszkóp alá, és megnézik. Mert amikor már leestek, akkor már azért nehéz szétválogatni őket. Akkor már elég nehéz, igen. Na mindegy. Na, ami viszont nem mindegy, na, az, hogy most már hó esik ugyan, de tegnap szakadó eső volt egész nap, és benti létre voltunk kárhoztatva a két nagy érdeművel, vagy szebb reményűvel, a két fiatal korúval, és hát játszottunk. Ez önmagában nem jelent nagy problémát. Nálunk szeretem. Kedvelem. Akkor már nem működött a kamu hívás, hogy jaj, van egy bejövő anya. Igen, most? Figyelj, itt a gyerekekkel kéne lenni meg a felső, mégiscsak. Ja, de mennünk kell. Na jó, hát figyelj, ha csak én tudok segíteni, akkor megyek. Kimentelek, akárhol vagyok. Van egy kedvenc játék,
ez a bevásárlás. Ez szerintem sok gyereknek van, és hogy menjünk boltba. Igen. Sikerült egy évvel ezelőtt beszereznünk egy pénztárgépet, egy ilyen játék pénztárgépet, van rajta egy leolvasó, ami úgy csinál, hogy amikor leolvasod. Van rajta? Jó, a NAV-hoz be van kötve? Majd egyébként igen. IBG-kkel, úgyhogy iparkodjatok, jó? Iparkodjatok. Van rajta a számbeütő rendszer, ami bíp, 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 ha hosszan nyomod, akkor hosszabban bízik. Van rajta egy kasszarész, amit ha megnyomsz egy gombot, ilyen hanggal, akkor csilingel egyet és kidobja a kasszajtót, amikor visszadobod a kassz... Na. Ja, és van rajta egy hangos beszélő, amivel el lehet mondani, hogy szeretettel köszöntjük a vásárlóinkat. Tényleg? Egy ilyen kis gomb, vagy mikrofon van benne, meg egy hangszóró, és szeretettel köszöntjük. Reggel 8-tól este 9-ig minden rohadék órában ugyanazt a nyomvadványos plüstigrist vettem meg 15-ször, és plusz egy piros palacsintasütőt kellett vásárolnom. Elegem van. Elegem van, és nem és bármit húzol elő, mondtam, hogy legózzunk, az jó. Játszunk társas játékot, az is jó. Játszunk kirakót. Nem, apa, gyere vásárolni. És már üvöltöttem délután. Nem akarok püstligrist venni, érted? Nem, elég volt. És mondta, hogy de hát még nincs püstigrised. Mondom, de van, 50 van, érted? 50-szer vettem már 50, meg. Ugyanazt az egyet veszed meg, és akkor utána mindig vissza kell adnod. És mondod, hogy nem adom vissza, mert ez már az enyém, kifizettem. És jön a Soma, hogy de majd én akkor visszaadom a pénzt, és újra megveszed. Hogy ez mindenkinél van ilyen beakadás a gyerekénél? Van nagyon, ilyen játék? Nagyon tudom, hogy mit érzel. Sőt, mitől örülök, hogy ezt kicsit felvállalod, hogy te vállalod fel, mert sokszor azért ugye az ember mindig, amikor a szülői kérdésről van szó, akkor ugye mindig a kicsit kamuzva, nagyon pozitív. Csak a szépre emlékszik. Csak a szépre emlékszik. Igen. Én gyerekem nem icizik. Az én gyerekem nem idegesítő. Az én gyerekem nem kell korán. Az én gyerekem 10-ig alszik. Az én gyerekem nagyon, az én gyerekem nem hiperaktív. Az én gyerekem nem csinál semmit. De jó, jó, hogy ezt te mondod. Igen, de szerintem hétvégén korán kell a gyerekem, és a francba kívántam azt a rohadék pénztárgépet délután 2-kor. A pokolba tudod kívánni. Ugye? És ezt ki is kell tudni mondani, mert azáltal, hogy kimondod, kicsit már a frusztrációd is így valahogy... Valahogy így csökken. Én nekem tudom, nehéz letagadni, mert ugye a szomszéd hallja az üvöltésemet. Hát is kopogat, minden rendben jöjjön. Persze, persze, most mérges apukásat játszunk. Szörnyű, amikor beszorulsz, hogy esik az eső, tudod, így barátok nem érnek rá, játszóházban nincs kedved, ott a sok tűzszögő gyerek mégse. A gyerek mindenhol megtalál, bárhova bújsz. Igen, bárhova bújsz a lakásban, a gyerek azonnal felfedez, ha a két gyerek van, az egyik beköpi a másiknak, hogy hol van most apa. Ezt a vásárlásos játékot ezt ismerem én is. YouTube előli szekrényt szokta lepakolni Benni. Konzervekkel. És meg is kell venni. Bizniszelünk, meg kell venni. Ananász konzervek, asszalgyümölcs konzervekkel. Melyik jobban lenne, vásárló vagy az eladó? Én azt szeretem, hogy ő vásárol. Ha ő vásárol, akkor fix helyen ülök. És akkor mindig én hány forint? Nálunk mind 3 forint, amikor már nagyon fárad. A 3? Ananász 3. Apa, nincs aprom, nem baj? Hol lesz, hagyjad? Nem baj, igen, mindig szóltam. Ez egy régi modi csemeg, itt van hitel is. Hitel ingyen. Vidd meg, vedd meg. Azt a mesét láttad? Nem érdekel a mesét, nem baj, nézd meg azt a mesét. Igen, ez egy könyörtelen dolog. Itt tudod, mit csináltam, mert a meséről jut eszembe. Tévét akarunk venni, gyerekek. Jó ide, jó, vegyünk tévét. Na mondom, ugye mindent kiszoktunk próbálni, hogy működik-e. Nézzük meg, hogy a tévénkben van-e mese. Leülünk elé, és megnézzük. Apa, tegnap működött, csak vegyük meg, ne nézzük. Mert erre az a próbát, hogy leülünk, és akkor van egy fél óra mesenézés. Rakjunk be a DVD-t, nézzük meg, hogy nem hibás a DVD, vajon véglejátsz-e a filmet. De nem. Ez most egy, nem érdekli. Egy nagyon nagy trükköt találtam, többet is egyébként. Az egyik ilyen sólisz gyurmával játszik, most az azzal mindig meg vagyok egy óráig. Tehát, hogyha már érzem, hogy így háromszorosára nőtt az amúgy csak kis fejkörméretem már attól, hogy nem tudom lekötni a gyereket, még a Viki nincs otthon, akkor van ez a kis só, kis liszt, kis víz összegyúr, tészta lesz belőle, és akkor ilyen mindenféle mintákat nyom, és rájöttem, hogy ezt már kicsit kezdi unni. Most bevetettem egy trükköt, nagyon nehéz mintákat csináltatok vele, tehát olyat, amit tudod, én baromi nehéz, és lefestettem. Itt meg vagy egy órára. Ezt próbál, meg vagy. Megérkeztél, meg vagy. Egy óra sima telefon, teljesen nyugalomban tudsz. Ugyanis a különböző csillag, mint a kaktusz, mint a fa, mint amiket ő ugye kirak ebből a kis gyurmából, amit berakunk a sütőbe, megsütjük, keményre sütjük 10 perc alatt, ez a tészta ez így összeáll, utána festés. És itt most először hétvégén nyertem egy órát. Ne, a szeme keresztbe állt a gyereknek, mondom, Benni, könyörtelen világ ez, mondom, sajnos ezeket most ki kell festeni, ezeket és a mintákat. Minden mintarész külön színű. Mindegyik minta, mindegyik más színű, a kisgyerek más színű, a csillag más színű, a karácsony más színű. Egy órát festett a gyerek, már lépni nem tudott, annyira fáradt volt, de megváltás. Jaj, tehát ez most egy nagy trükk. Apa véletlen túl higította a festéket, le kell festeni még egyszer, mert így nem takar rendesen. Úgyhogy ez most egy óriási trükk, hogy amikor így felfedezel egy új dolgot, és arra a gyerek rákap, azok nagy pillanatok.
De mi az, amitől nagyon kiakadsz? Tehát ami, amit nem vagy hajlandó már játszani. Amit már nem bírok? Aha. Hogyha lefossák a vajbőrt. Jó, azt tudom. Igen, hajani nem bírod. A gyerek nem csinál ilyet, csak te. Amit már nem bírok, az a gyere bújjunk-e, játszunk szellemest. Tehát az konkrétan egy szauna szertartás, az összes paplant a fejünkre kell húzni, az összeset, tehát így tudod mindent, és láthatatlannak kell lenni. Nekem az egyik kezemet ki kell tenni a paplan tetejére, mert az ugye a szellem. Nem mozoghatsz, de nem jöhetsz ki, nem vehetsz levegőt. Na most 10 perc után egy ilyen félkómás állapotban fekszel a paplan alatt. A gyerek nagyon élvezi, tudod, mert az összes kis állatát begyűjti, friss levegőt nem lehet a paplan alá berakni, és másfél-két órán keresztül szellemeset játszol. Ő is bent van a paplan alatt, vagy ő kívülről néz? Nem, ő bent vagyunk együtt, bújunk, csöndbe kell lenni, mert jön a szellem, és néha nekem a kezemet ki kell tenni a paplanra, mert ugye, mert az a szellem. Nagyon meg kell ijedni a saját kezemtől, tehát iszonyatosan meg kell, hogy ijedjek a saját kezemtől, és amikor a kezet meglátja, akkor még 10 percig néma csöndben ülünk a paplanon. És ez egy a másfél-két óra alatt megvagyunk. De sikítasz egyet, megijedtetek, és várjátok, sikítasz, megijedsz, szakad rólad a víz, a pokolba kívánod azt, aki ezt a játékot kitalálta, de hát kint szakad az eső, és akkor szellemeset játszol. Szerintem minden szülőnek megvan ez a fétis, amiről a gyerek nem tud lekattanni. Te próbálod kicsit az anyját is behozni, hogy mennyi anyut játszol anyának. Most anya nagyon jó szellem, olyan jó szellem, te megbolondulsz, annyira jó szellem. Ne, ezeket nem tudod megúszni. Mindenkinek van ilyen, nem? Anya lesz a szellem, és én majd csak kívülről nézem. És akkor az nem jó. Az nem lehet. Valami műkezet kéne, vagy műkezet kéne összeszedned, és akkor azzal. Hmm. Nem? Kívülről motoros mozgatás. Én túl tudom ezt gondolni. Van az a pont, amikor már a mese se segít, mert ugye aktívan kell lekötni. Tehát amikor már megnézte a 6 kisvakondot, a 4 babócát, a mit tudom én, milyen majaméhecskó, 600 mesét, és egy idő után ugye egyszerűen rájössz, hogy valami kell. Na most játszol egy órát, játszol 2 órát. A harmadik óra után már azért tud az ember szeme keresztbe állni, nem? Már valami mással is szeretnél foglalkozni. Igen, én még a porszívót tudom, azért nagyon nagy műsor most nálunk. Szereti? Imádja. Fél óra. Kicsi morzsaporszívó. Én már csak így gondolkozom, rá, a morzsaporszívó az egy évvel ezelőtt 20 perc. Tehát nálam így ránézek a tárgyakra, és tudom, 20 perc, fél óra, 10 perc, így be van kalibrálva minden. De igen, egy évvel ezelőtt a morzsaporszívó az egy bruttó 20. Meg voltunk, mert mindentől ott is van még egy kicsi szősz, ott is van még egy kicsi szősz. De most már nagy altója. Most imád porszívó. Ott is igen. Egy kicsi szősz, itt is egy kicsi, ott anya ékszer órája. Azt is szerintem kapdossuk össze, nagy mama fülbe valója. Jól van. Figyelj, a takarítás megvan, most rámegyünk az ablakmosásra. Egyébként kap egy műanyag lehúzót, szépen lassan a gyerek nem tudja, de hogy ilyen rabszolgamunkát végez. Tehát itt szép lassan haladunk. Az is jó, hogy mész a gyerek után, amikor porszívózik, és akkor tépkedsz egy papírfecni szét darabokra. Hát kicsim, gyere az, vissza itt. Ezt csináltam, amikor Benni 2 éves volt, és morzsa porszívót fölfedezte, fölrakta a töltőre, föltöltött egy kis papírfeszni, itt elszorult, imádta. Tudod, és akkor van egy 10 percet kicsit leülni, közben a gyerek el van, hát ez megváltás. A ti házatoknál az lesz a megváltás, hogyha majd azt mondod neki, hogy, és rá is fűsz, hogy Benni egy tolseprűvel menj végig, és takaríts ki a fugákat. A téglák között. És körömkefével az előszobát most föl szépen. Igen. Minden háztartásban, minden gyereknek megvan az, amit már a szülő nem, hogy játszani nem akar, egyszerűen hallani nem akarsz róla, nem? A bujócska volt, persze. Ment? Persze, és én mindig a fürdőszoba ajtó mögé bújtam el, és ők mindig eljátszották, hogy nem találnak meg. Álltál egy fél órát, közben hallottad, hogy odakint megy a susmus, hogy apa ott van nyilván, minden más helyre benéztek, oda nem, és amikor ki akartál lépni, és egy picit így a fürdőszoba ajtót megnyitottad, akkor azonnal mind a két gyerek teli tenyérrel neki rohant, és az arcomba vágta a fürdőszoba ajtót. A legjobb móka. És ott volt a móka csúcsa. Igen, klasszik. Nálunk is megy a bujócska, hogy menj egy ideig, igen. Itt valaki írja, hogy azért szült két gyereket, hogy ne kelljen plüstigrist venni. Nem, most jelzem, hogy nekem is kettő van, mégis kell. Két gyerek leköti egymást? Le van egy csomó, ez tegnap nem volt, de van egy csomó szerencsés időszak, amikor el lehet őket küldeni, vagy na, akkor most játszatok kettesben. És akkor elmennek akkor játszani? Most már nagyon szépen van. Igen? Olyan. Hát egy mondjuk, de egy fél óra múlva ott is az van, hogy vagy összevesztek valamin, tehát akkor be kell menned békíteni, vagy mindenféleképpen szükségük van rád. Tehát az nincs, hogy mondjuk három és fél órán keresztül ketten csöndben játszanak a gyerek szobában. Ez nincs? Nálunk csöndben egyébként se, nálunk nem létezik ez a fogalom, hogy csönd, csak alvás közben, tehát nálunk csak a izé van, az a hangoskodás. Egy óra volt az eddigi legtöbb idő, amit meg tudtunk úgy úszni, hogy nem kell beavatkozni.
ezt akár jó értelemben, akár rossz értelemben vehet el a beavatkozást. Igen, ezzel az a baj, hogy nagyon sokan mondják ezt, hogy ha két gyerek van, akkor már eljátszanak egymással, de vannak kivételek. Mi van, ha te leszel a kivétel? Igen, nálunk is nagy dilemma, hogy eljátszik egymással, igen, de mi van, ha mi is esetleg mondjuk kivétel lennénk. Igen. Most mit lehet még csinálni, érted? Itt valaki, hogy vele kell párosítatni az oknikat. Jani, csináltál ilyet a virággal 5 évesen, nem? Gyere, mozzoknisat játszunk. Apa, nem akarok zoknisat játszani. Mert hogy ugye a gyereknek van egy elképzelés róla, hogy mi mihez tartozik, de ez az elképzelés, ez nem feltétlenül az az elképzelés, ami az enyém is, hogy a fekete a feketéhez, a térd zokni a térd zoknihoz, a titok zokni a titok zoknihoz, hanem ő azért párosított volna mindent. Úgyhogy, és reggelenként azért nem olyan mulatságos ám. Keresni a másik 5 órakor, mielőtt elmen az utolsó éjszakai járat keresgélni az oknélak a másik felét, a sötétbe. Igen, Benny csőcsapcsempe, ezt lehet még megcsinálni. Vannak együttérző szülők. Balázs, ijeszd meg úgy, hogy beszarjon. Nem akar többet szellemeset játszani. Gabu valószínű még nem gyermekes. Jó. Ugye? Tehát, hogy ott még valószínű, tehát nincs gyermek a háznál, vagy legalábbis akkor egy elég szabad felfogásban, vagy mentalitásban zajlik a gyermeknevelés. Nem gondol erre az ember. Tehát elkuksolsz ott a paplon alatt 2-2,5 órát, nincs az baj. De ez valahogy azért nem jut eszedbe. De jó, már jó megoldás. 4 órát rettegve sírva ül a sarokban a gyerek. Nyugodt gyerek, csak kicsit tikkel a szeme 6 éves kora óta. És este úgy fekszik le, hogy ne a takarót. Igen, nyilván ez tényleg most senki ne értse félre, nem arról van szó, hogy az embernek fáraszt a szülőnek lenni, de azért vannak olyan pontok egy hosszú esős vasárnapon. Hazudik, aki azt mondja, hogy nem tudna egy órát úgy leheveredni, hogy nincs teljes csönd a lakásban, nem? És a két gyerek vagy az egy gyerek néma csöndben való lügy, hogy nem tudod, hogy ott van, és te mondjuk el tudsz olvasni egy újságot, vagy valamit. Tehát azért erre egy vasárnap, ugye? Hát vannak igényeink, de hogy ez szerintem abszolút benne van, de ezt tényleg minden szülő érzi. Én hétvégén elaludtam társasjátékozás közben. Írja nekünk egy hallgató, az volt a gáz, amikor apósom észrevette. Valószínűleg ott is vannak gyerekek, igen. Igen, azt hiszem ezért szültem ki egy gyereket, ez az, amiről beszéltünk, aha, hogy ne kelljen plüstigrist tenni. De felnőttek most már, de mind a ketten emlékeztek, hogy mit kellett játszani. Az én 6,5 éves fiam tegnap 6 órán keresztül gyakorolta, hogy hogyan kell majd a kistesója babakocsiját jól tologatni. Ez így önmagában nem baj, de valószínűleg az is elhangzott, hogy apa néz csak. Igen. Apa nézd meg, apa, jó, jó lesz. Jó, apa. Apa jó, és közben nyikorog a kereke. Igen, nem tudsz rájuk egyébként haragudni, de délután 2-kor úgy érzed, hogy ez a vasárnap nem telik el. Nem? Ennek sajnálom. Hogy egy vége. Jó, csak hogy egy fél órát, órácskát leülnék egy könyvvel, nem. Vagy nem tudom, tehát bármi. Igen. Fiam 7,5 éves, kitaláltam, hogy megtanítom pókerezni. Aha. 2 órát játszottunk, tök jó volt, végre valami új, most rommáver. Annyira már nem élvezem, így a Szabolcs. Én az asszonnyal szeretnék végre úgy játszani, hogy a gyerekek ne zavarjanak. Még hajnali 2-kor sem sikerül. Írja nekünk Percó. Nálunk 4 kerek hónapja, reggeltől estig Tom és Jerry megy. Már nem tudok újat letölteni, mert mind megvan. De ha nézik legalább, akkor ott ez neked... egy szerencsés dolog, igen, hogy ráfűzött valamire annyira a gyerek, hogy le tudod ültetni a tévé elé, és végignézi, és beteszed a kazettát, és ott is marad. Hát igen, csak hosszú távon az sem megoldás, nem? Tehát az embert egy idő után azért furdalja a lelki, és a gyerek néz egy fél óra óramesít, oké, de amikor 4 órája zsibbad szemben, így ül, tudod. Ez néha mentőv. Nálunk is van mese, hosszú ideig nem, de nézik, persze. Tehát itt abszolút, 8-tól 10-ig, 12-ig, délig, 4-ig, fél 6-ig, abszolút. De Nils Holgersson összes, az nála egy délután. Abszolút lemegy, igen. Nekem is 2 van, tök jól eljátszanak egymással, hajrá Balázs, írja Noémi. Már hogy hajrá, én miért? Hát, hogy még egyet, hogy és gyerünk, majd tök jól játszanak egymással. Én, de mi van, ha ti vagytok a kivétel? Szemét. Ez benne van? Ez benne van a paklival, és ezt be tudja vonzani az ember elég rendesen. Látom, mekkora kor különbség? 5-3, másfél év. Azt mondjuk jó. Ti hamar bepukkantottátok. Aha. Ja, nagyon jó. Nem, azt gondolom, hogy a Benny 4. Uh-huh. Mire megszületik 5? 5 lesz. 6, 1, 7, 2, 8, 3. Most egy 8-3, nem? Hát igen, ott ilyen gondoskodó szerep kell a Bennynek, tudod, ami még nem biztos, hogy jó. Bár aztán ahogy idősödnek, egyre jobban egymáshoz nőnek. Tehát 30 évesen már nem. Egy 30-26. egy 30-24-e már biztos elmenek egy mountain bike-ozni. És az meg mindjárt itt van. Egy 75 éves meg egy 70 éves között szinte semmi. Abszolút, hát nézzük a jó oldalát. Egy 20-30 éves egymáshoz érik a két gyerek, nincs ezzel baj. Na jól van. De most már jön a hó, arra kell gondolni, nem? Akkor már tudom menni szánkózni. Persze. Nagyon jó, két gyereket húzhatok. Az jó, de jó lesz. Ez az ideális kardió.
Az utcánkban előszeretettel csinálják, hogy kocsi mögé kötik. Azt mesélted tavaly. Az tök jó. Tehát nincs benzingőz, meg nem csúszik alá. Megy a gyerek. Csapasd. X6-os jön az utcába. Gyerek kis usankába ül a szánkor. Mögötte anyuka, néha egyedül. Papa az X6-ba vereti az utcába, és szánkózik a család. Azt gondolom, hogy... Óriási. Óriási, nem? Milyen fura, hogy mindig csak kanyaroknál hullik le a hó a fákról. Persze, akkor csapod neki a gyereket, bakker. Mondom, X6-osra húzta szánkor, óriási volt. 9:30 múlt pontosan 3 perccel, mindjárt jönnek a nap legjobb pillanatai, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Hát hallottam a játékokról, ahogy beszélgettetek. Nekünk is volt egy ilyen. Na. Amikor a pókember bejött a mi életünkbe, és akkor elkezdték nézni. Persze azonnal kellett is venni mindenféle jelmezeket, és akkor a Demeter volt mindig a pókember, ő a kisebb, a Romeo pedig ő a Venom volt, ő a gonosz. És valamiért mindig verekedőset akartak játszani, hogy, és akkor legyek én a nem tudom, a, hogy hívta, Octopus, ez a 8 kezű, vagy legyek én a nem tudom, nyíkember. Ezt nem vállaltam mindig. Az Octopus becenelőt kiragasztottad át, Laura? Csabi a 8 kezű. És állandóan verekedőset kellett játszani, és akkor volt az, amit én most a Feritől hallottam. Azt, én ezt nem, tehát ezt életemben sem, mert egy idő után bevadulnak. Tehát egy játszunk, úgy csinálunk, mintha, és én tudok úgy csinálni, mintha, de hát én meg már felnőtt vagyok. Igen, nem. De már nem akarsz. Tehát a negyedik kaptam olyan rugásokat és olyan ütéseket, hogy azt mondtam, hogy hát, ha nem akarom visszaadni, akkor inkább abba hagyom. Octopus most visszavonult a Marianárok alján. Jött egy jó SMS, Feri, adok magnéziumot, hogy jobban bírd a pénztárgépes játékot. Köszi. Ez Joe érte neki. Majd megnyerem. Na jó, van, hívjuk a nap hallgatóját akkor. Mi ez? Vártam, hogy kifut be. Ja, Anna. Jaj, a kis. Van számod? Igen. Sirök forrag, tesz. Nem úgy volt, hogy Szabin vagy csak? Megyek majd. Ne szólnak. Valamit említettél, csak már nem akartam végig hallgatni. De csak... Jó poén kedvéért csak. Morning Show! Hey. Jó reggelt, hello! Jó reggelt! Sziasztok! Barna vagyok, Barna Tiza. Hello, ciao! Várjám, nézem, hogy mit írtál. Ugye küldtél nekünk te is SMS-t, és beszélgettünk erről a fiúszerű srácról. Igen, képződmény. A Szilárdról, hogy ő jelentette fel ugye a szórakozóeket. És milyen kapcsolata lehetett, hogy miért zavarja, hogy sok csaj van. Te nagyon jót írtál, azt írta, a Szilárd legjobb eddigi kapcsolata egy 5 megás ADS-sel. Nagyon jó. Nagyon szellemes volt. Úgyhogy ettől te vagy a nap hallgatója. Ó, köszönöm szépen. Jó. Azt nézem, hogy mink van. Ajándékcsomagunk. Ez az? Szerintem igen. Jó. De nem biztos. Mármint, hogy Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomag, azt tuti. Jó? Jó, köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket helyileg? Kecskeméten. Jól van. Köszi, hogy minket hallgatsz. Szép napot neked. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Küldjük a csomagot, hello. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Jön a Jesse J-nek a második lemeze, Alive, ez lesz a címe, és erről van egy újdonság, nagyon kis bulis sláger, It's My Party, ez a dal címe, és Jesse J nagyon jól énekelt benne. Amúgy is jól énekelt már régebben is, de most szerintem nagyon oda tette magát, hallgassátok meg, mert klassz lesz. De jó is az. És Live ez a címe? Alive, ez lesz majd. Ja, a lemeznek a címe, It's My Party. Na, a második albumnak ez milyen jó, hogy régebben úgy volt, ugye, hogy egy rockzenekar mondjuk 5.-6.-ra hozott ki egy élő album, de hát ez a, ugye, hogy mondtad? Jesse James. Ki jött érde tényleg, ki jött Jesse James? Jesse J. Jesse James, igen. Jól van. Csabi jön a kívánságműsorral, jó? 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőled adt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok!